6 óra után 19 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, hétfő van, én ezt mondjuk nem érzem, de, illetve érzem, hello. Feri, hello, Jani. Hello. Jó reggelt. Kipihented magad, mi? Fú, gyerekek, hát tegnap gyertek át, ott forgatunk, Jani van. Hát nem mondom, hogy friss vagyok, olyan éjfélkor sikerült ágyba kerülnöm. Igen, nekem is olyan picit olyan érzésem van most, mint hogyha a múlt hét folytatódott volna. Igen, hétvége nélkül. Egy szombat volt benne, utána ugye együtt voltunk a Péteréknél, a Gesztiéknél, vendégeskedtünk egy kis forgatás erejéig, hát annak az végeredményét azt majd látni fogjátok, meg hallani fogjátok. Nem sokára, így van. Meg úgyis beszélünk róla, meg be is mutatjuk szerintem. Hát utána pedig gyertek át, hát az meg ugye mindig olyan, mint hogyha én nem tudom, mi lenne. Tehát, hogy az én, mint hogy bedobnának valahova egy ilyen fekete lyukba, eltűnnék benne, és aztán pedig egy taxiban ébrednék. Tehát, hogy az egész... Igen, sűrű volt a tegnap. Sűrű volt a tegnap. Úristen. Igen, én is éjfél körül kerültem májban. De jó adásokat vettünk föl, tehát szerintem a gyertek át, tehát őszi évad elég erős lesz. Legalábbis az indító adás biztos. Az utómunka az melós lesz. Igen. Mindenképpen én pont beszélgettünk róla, a Balival, hogy vannak, akiket így megfog ez az első néhány adás, amikor elkezdődik megint egy etap, akkor vannak, akik egy picit ilyen visszafogottam a kezdeni. Én meg rájöttem, hogy én meg annyira szétörjöngem az elejét, hogy így hazafelé gondolkodtam, hogy kinek mit mondtam, kit mivel sértettem, meg kinek, és arra emlékszem, hogy konkrétan, hogy az egyik talán fókuszos riportet ledagadtoztam, miközben a Ramival csinált interjút, és mindenkinek belemásztam az interjújába, mindenkibe beleszóltam, mindenki barátok. Igen. Nem csoda, hogy a pezsgő lehet, nem? Igen, egy picit. Jóféle pezsgővel itatunk mindenkit. Igen, kellemes. Egyébként itt is érződik a minőségi váltás, mert... De szendvicset nem kaptok, mert nem eszitek meg, úgyhogy... Rájöttem, hogy sok a szendvics, úgyhogy nem, az nem lesz. Te hogy még itt, Feri? Én szeretek itt lenni, még. Arra számítottam, hogy te már nyújtasz, aztán kiszámoltam, ugye? Hogy élvezzem. Ugye, mert hogy ma adjuk át a ladát. Igen. Igen, azt mondtad, hogy 9 után lesz az átadás. 9 után, és akkor én pont 9-re oda tudok érni. Így van. Ma átadjuk az autót, ugye, ezt a, tehát hogy is mondjam, tulajdonképpen nyereményautót, de igazából... Hát ez pontosan azért találtuk, hogy valaki olyannak, aki ugye rászoruló. Igen. Mint család, vagy azért, mert gyerek van, vagy azért, mert esetleg nehezebb körülmények között élnek, vagy olyanok a körülmények. És ennek ma van az átadása, úgyhogy ma 9 után, hát Feri már szerintem egy 7-kor elstartol? Hát már félkor. Félkor. A hírek alatt, én már azt a kocsiban akarom hallgatni az Ákost. Na jó, nem biztos, hogy őt hallgat. De jó, tehát hogy félkor én azért elindulok, akkor... ki tudja, hogy milyen a forgalom, autópálya is van benne, meg kisút is van benne, ez nem árulunk el semmit. Tehát a rendőri felvezetés még nem sikerült intéznünk. Hát ez még bárhol megy. Anyaink nem tudják, hogy hova megyünk, tehát nem tudják, hogy ki kapja, nem mondtuk el előre igazából. Úgyhogy reméljük, hogy lesz öröm, reméljük, hogy jó helyre megy. Igen. 9 óra után, biztos, hogy jó helyre megy. 9 óra után ti is meghallgathatjátok, hogy hát egy kinyeri. Így van. Kinyeri a full extrás autónkat. A full extrás autónkat mindenféle csomaggal együtt, mert hogy azért azt tegyük hozzá, hogy hallgatóink, szponzoraink nagyon nagy lelkűek voltak, és itt a Ladája a főszerep, és nem is akarjuk az érdemeiket csorbítani, mert hogy nagyon jó fejek voltak, hogy ezt az autót felajánlották, köszönjük szépen, de emellett egyébként a benzinkártyától kezdve az éves kötelező kaszkó biztosításon keresztül. A téli gumiszervizelés. Az autómosás, a szervizelés. Tehát olyan szintű csomagot adunk majd át, hogy igazából tényleg semmi, de semmi költsége nem lesz annak legalább egy évig, aki megnyeri ezt az autót, csak beleül és használja, mert mindent adunk. Úgyhogy izgatottan várjuk, hogy Feri hova megy, mi tudjuk természetesen. Én nem. Úgyhogy majd adás közben hívunk, hogy merre vagy, hol vagy. Hogy forduljon a szellek közirány. Állok az ülőin. És az nagyon fontos, hogy majd mielőtt megérkezel, ne állj be, hanem tulajdonképpen ahogy te a ház előtt. Mert visszafelé is vezet, semmiképp ne állj be. Ne állj be, hogy józanul tud visszafelé vezetni. Tehát onnantól kezdve, hogy te lerakod az autót, én azt szeretném már élőbe hallani, hogy felcsönget, esetleg útba igazítanak, megkérdezed, hol laknak, bemész, rossz helyre mész, kijössz. Tehát onnan már legyen egy ilyen élő közvetítés.
hogy amikor is megvan az autó nyertes, ő realizálja, akkor egy arcába nyomott mikrofonnal, telefonnal halljuk meg az első pillanatokat, úgyhogy... És ez tényleg 100%, hogy nagyon-nagyon jó helyre fog menni. Nekem mindig ilyen ambivalensek az érzéseim, ezek a autó átadásokkal kapcsolatban, meg akkor segítünk valakinek, mert valaki nagyon-nagyon fog örülni, és közben meg azt látjuk sajnos, hogy millió egy tényleg olyan család jelentkezett, olyan családot ajánlottak más hallgatók, akik hasonlóan, mondjuk így, akiket megérintett ezeknek a család a sorsa, ahol megint nagyon-nagyon jó helye lenne. Hát pont 2000 autó kellett volna. Hát így van. Így még van. Nem többen is jelentkeztek. Így van, de hát tényleg örüljünk együtt annak a családnak, az örömének, aki meg fogja kapni ezt az autót, nagyon-nagyon jó helyre fog menni, de mondom egyébként, még tényleg tudtunk volna még választani 10-20%, sajnos. Bizony, hát nagyon sok mindenkinek lehetett volna autót adni, igen. Úgyhogy ez lesz 9 óra után. Jó, Feri nem sokára. Feri nem sokára elindul. Az ablakmosó folyadékot kifejtetted, írja egy hallgató, igen, hát János. Az első és legnagyobb felajánlás volt. A felajánlás az felajánlás, így van. A felajánlás az felajánlás, tehát a téli, és hangsúlyozom, téli ablakmosó folyadék az János reszortja, úgyhogy az is megvan. Érted. De tényleg, hát fullos a csomag. Fullos. Prémium. Prémium? Azt mondta, prémium ablakmosó. Prémium plusz. Prémium plusz. Ilyen már nincs, forgalomban nem kapható. Még összeszedjük azt, hogy ki mit ajánlott föl, és akkor átadjuk így az egész csomagot. Jó lesz. Nem láttátok a Hajdunál tegnap a havast? Nem, mit csináltam? Én addigra értem haza, és pont a Péter is vendég volt ugye a Gyertekádban, a Hajdu, és mesélte, hogy pont vasárnap este, hogy én megnéztem. Az ATV-n van ő ugye az újraindult frisbee-vel. Igen. Hát figyelj, nagyon szórakoztató. Jó volt? Hát figyelj, hát én imádom azt a csávot. De a tanár úgy kiosztott mindenkit, beleértve a Hajdut is, hogy az valami elképesztő. De hogy így a Fridin keresztül, ezt már megírta a Bors, de hogy ezt csak leírva láttuk adásba. Figyelj, mindenki nagyon kapott, de hogy közben ő, és hogy ő, és hogy ő, hogy ő meg mennyire jó. De hogy közben szórakoztató, tehát úgy bocsátod meg neki, hogy nyilván arcoskodik, és leszólja a komplet fiatal generációt, és mindenki ügyetlen, és tehetségtelen, és rossz, és csak találjuk, és nem beszélve róla, meg egyet, semmi szóra se jön, és na de ő, na de amikor ezt az interjút elkészít, na de hogy a Hajdu milyen szar, és hogy néz. Ilyen nagyon szórakoztató. De most tényleg a Hajdúval az a baj, hogy néz a Hajdu Péter. Igen, de egyébként van benne igazság. Ahogy ott, egyébként tényleg van benne igazság. A Petinek van egy ilyen nagyon fura nézés, amikor nagyon kedvelem. Rátámaszkod az asztalra. És így belefutottam már, hogy már egy gyerek aludt, Viki még nem volt otthon, mert ő még dolgozott az adáson, és így ilyen fél kókat állapotba egy kicsit belenéztem, de mondom, tudjak aludni utána. Hát rettenetesen szórakoztató. Én nagyon örülnék, hogy egyszer eljönne ide hozzánk. Hát én úgy imádom a havas, de komolyan, hogy nagyon, én nagyon szeretem ezt a fajta kendőzetlen őszinteséget, és közben tök jól áll neki. Szóval szórakoztató volt, aki látta, azt nagyon örülök. Én nagyon örülnék egy nagyon őszinte beszélgetésnek. Havas Henrikkel, hogy itt ülne, és akkor tovább, és mindenki elmondaná a saját véleményét, érveket ütköztetnék egymással. Nagyon, egyébként meg kéne hívni. Komolyan mondom, meg kéne hívni. Rettenetesen szórakoztató. Na, benne semmiféle visszafogottság nincs. Tehát ez óriási lenne. Tényleg ez ahogy hívják el, sisaklost év fel, nincs rajta, érted, puszta testet. Én úgy bírom, hogy egymásnak karddal a kezünk. Ez az idősebb generáció ennyire ki van ránk. De tényleg. Szóval, hogy olyan szinten mindegyiküknek a bögyükbe vagyunk, de ők egymásnak is egyébként. Uh-huh. Tehát Fridi, Havas Fridi, szóval, hogy mindenkit. Nagyon szórakoztató volt. Nagyon ez vár ránk is biztos, mert amikor nem lesz. Ez vár ránk is, igen. Na, ezek a nyíkhajok. 60 évesen már őket fogjuk majd cinkelni. Annak idején egyébként őket a maguk módján, maguk stílusában ugyanígy kiosztották az idősebbek, biztos, a nagyok. Biztos, persze. Teljesen egyértelmű. Persze. Na mindegy, hétvége rendben volt. Nagy egyébként. Jó volt, szuper volt, mi dolgoztunk vasárnap, én már nem is tudom, mit csináltam szombaton. Egyszer szombaton letudtam az év utolsó fűnyírását. Na, nálunk is meg volt a héten még. Persze készülni kellett, nálunk ugye a Tatabánya téren van egy gyönyörű szép 56-os emlékmű, és ott természetesen volt megemlékezés. De azt hittem, ott nyírtál füled. És hát... A Jani megcsinálta, nem arra jár. Hát persze, hogy álljanak már normális helyre, mert mindig előttünk szoktak is megállni, hát ott a környező utcában viszonylag kevés parkolóval, és hát mondom, akkor hagyjuk meg a módját, amúgy is egyébként nyilván letoltuk volna a fűt, meg még rendbe tettük volna a kertecskét, de hát akkor így meg aztán... Ünnepi hangulatban várták a fűszálak, igen, és csak a harmadikát. Csak a szembe szomszéd várta feleslegesen, vagy hiába hivatalos fűnyírás, nem, úgyhogy... Úgyhogy nem, ez neki annyira nem probléma, hogy észrevettem, nekünk annál inkább, mert előttünk van
dzsumbuj, de hát mindegy, se baj. Mert ő mindig megvárja azért ezeket a hivatalos megemlékezéseket. Már megcsinálom is neki. Hát, ha nem akarsz izébe dzsúvában élni, akkor ja, igaz, az nem, lesz. Nem, elég nekem a szemétszedés, nem nyírom be helyette a füvet is. Nálunk is volt fűnyírás a héten, meg öntöző, kiléktelenítés. Azt kifújtátok, mi? Szeretem, mikor így elrakják télire a kertet, és akkor így tudod, hogy majd... Kap egy puszit a buxus, kap egy puszit, mindenki, elköszönünk tőlük, és akkor tavasszal indul a nagy kerti takarítás. Milyen messze van az? Milyen messze van az, még nem? Ez ja, a tavasz nagyon. Valahogy a messzinek. Messzinek tűnik. Viszont gyönyörű volt azért az idő, tehát ezt tegyük hozzá, tehát mondták, hogy... Hát a szombat, vasárnap már nem volt olyan jó. Vagy legalábbis nálunk Velencén ilyen ködös hideg volt. Jó, lehetett. Igen, szombaton még gyönyörű, tehát szombaton még mi is kirándultunk. De már nem emlékszem, hogy hol. Én is még úgy tényleg konkrétan kiesett a hétvége annyira sok volt ez most, hogy kiesett a szombati nap, nem emlékszem. Én még úgy elrengettem azért egy olyan 200 darab poloskát, akik befészkelték magukat a kutyaházba. Nem kérdezték meg előtte, hogy befészkelhetik-e magukat, és eltehetik-e magukat télire, csak aztán így belenéztünk, és így kihúztuk a kutyáznak a bélését, és mögötte ott volt 200 darab poloska. Vették bélelt. Na jó, lehet, hogy 2, igen. Mivel van bélelve? Egy ilyen aranyjal. Nem az aranyjal, gyémántal. Janinál, de hogy is. Egy ilyen kis ilyen bízáló kis cucc belül meg vannak benne ilyen nikecel darabok, és akkor egy kis kutya ne fázzon, már sajnos már nem fázik. És hát kitakarítottuk, eltettük azt is télőről, hogy ne házzon ki. És mondom, ezek a nyomorult poloskák, ezek mindenhol ott vannak, és mondom, hogy 200 darab. És így le is fotóztattam egyébként, mondom, ezt senki nem hinne, aki látná, illetve hát de sajnos eliszik. Hova dobott ki a poloskát? Tehát mert te nem ölöd meg ugye az állatot, nem. Te kirakod. Hagytam őket. Most kirakod a kerítésen. Menjetek Isten hívő. De várjál, kirakod a kerítésen kívülre, tudod ki a legközelebbi. És beszálltak a nappalimba. Igen, tehát hogy ő vissza fog jönni. Igen, ezt csinálják. Egyszerűen nem tudsz velük semmit kezdeni, természetes ellenségük nincsen. A tyúkok se szeretik, a macskák csak játszanak velük egy darabig, aztán megunják, tovább mennek. Tehát, hogy nem tudsz velük az égvilágon semmit kezdeni. Szedd össze tehát, őket, ha van, igen. Pénteken elviszem Barcelonába. Nagyon jó. Nagyon jól. Azok nekik van Barcelona. Most van a barcelonai hétvége. Most van az a hétvége, amikor ugye a nyertesek. Melyik nap van a meccs? Mondjátok meg nekem. Szombat este? Szombat este van, igen. Áttették a mérkőzést, és akkor szombat este megyünk a stádionba. Én azt hiszem, én szombat reggel repülök. Te mikor repülsz? Én pénteken. Te már pénteken elrepülsz. Még én nem láttam se jegyet, se semmit. Igen, erre rá kell feküdni. Kicsit el vagyunk ezzel úgy csúszva, hogy mi van. Igen. Nem is egyre miattunk, hanem a nyertesek miatt. Remélem, ők már tudják, hogy mikor mennek. Igen. Igen, hát majd befutik el egy-két kört. Én nekem ez egy ilyen villámlátogatás, tehát szombaton megyek. Kicsit vásárolok, este meccs, aztán én vasárnap jövök is. Ti maradtok még? Mi maradunk, igen. Én is maradtok? Persze, mert akkor mi úgy döntöttük, hogy csinálunk egy hosszú hétvégét. Tök igazat van. Szép hely. Hát utána ugye 4 nap szünet. Jól teszitek. Szóval utána a 30, vagy nem is tudom mi van. 31-e van, meg ugye november 1-e. Tehát mi szerdán jövünk legközelebb dolgozni. Jövetünk csonka hét, igen. Gyerekek, jövő héten november. Nagyon durva. Nem mond. Több szempontból is. Igen. Van. Az akkor annak ez a két hét? Hát 18-ig majdnem 3. Azt a minden. Illetve visszajövünk erre a csonka hétre, és még 2. Igen, és most hétvégén akkor viszont sűrű lesz, mert akkor péntekre ígérte Oti. Most igen. Ígérte Oti a fellépését. Jaj, hát nem kevés dolgok van. Átkerézem a szerződését, basszus, kötbéreztetnem kell, mert egyre nem jelentkezik, ez nem lesz így jó, gyerekek, ez nem lesz így jó. 5 nap múlva már itt kell, már be kéne pakolja a szettet, meg már kéne, hogy jöjjön a menedzsere, meg itt már mindent át kéne világítani, meg behangolni, meg nem tudom, és Oti sehol, érted? Van. Meg kéne keresni a banalrám a lemezeket. Tárgyaltam vele a hétvégén, és kértem, hogy lehetőség van-e arra, hogy visszanyúljunk ilyen 70-es, 80-as, kicsit funky, kicsit ilyen korábbi zenékre, és azt mondta, hogy nyitott rá. A 70-es nem talán, de ilyen 80-as. Jackson 5, és ilyen kicsit egy-két funky, meg soul zenéhez visszanyújunk. A 90 napos utalásba belement? Szigorú 30 csak nap, és a fele előre. Nem. Fele előre. Fele előre. Tehát így vagyunk sajnos igazából. Na mindegy, úgyhogy akkor sűrű hét lesz. Igen.
Jól van, elmegyünk hírezni, akkor neked jó utat. Jó, ne törd a szaladát, az nagyon kellemetlen lenne. Hol vagy, Feri? Hét vagyok valahol, gyereket beborulva az áram a sárga angyal. De vigyázok, úgy vigyázok rá, mint a hímes tojásra. És mi volt, hogy jössz vissza? Vagy ugyanezt az autót sajnos vissza is kell hozni. Nem, tehát, hogy, azt hiszem, hogy vonatozol. Az lesz, hogy nem hagyhatjuk most ott, tehát még visszajön a kocsi, de a héten megkapják. Adminisztratív okokból kifolyólag, bár én ott hagynám, azt majd visszajövök valahogy, de hadd élvezzék. Fú, igen, és írja egy hallgató, hogy a disznóvágást is mondanunk kell. Sok dolgunk van. Fú, gyerekek, sok dolgunk van. De ez jó. Ez jó, de le kell fixálni azt is. Mondani kell egy időpontot. Igen. Sűrű, sűrű. Na jó van, tele vagyunk még ígéretekkel, hát ezeket még be kell váltani. Jó van, na, akkor hívunk, jó? Ja, 8 után szerintem rácsörgünk, hogy mi hogy van. Hogy merre járok. Hogy merre van, mi van, és akkor ott 9-kor állj félre valahol, hogy nem maradjunk le az érkezésre. Ja. Jó? Fél hét múlt pontosan 3 perccel, ha jelentkeznétek játékra, írjatok SMS-t, jó? Számunk ugyanaz, mint eddig. Mi pedig jövünk a hírek után. Valaki azt írja, hogy Bali tudja, hogy durván skizofrén, kérdezi Tom. Miből jött rá? Én tudom, de hogy ő miből jött rá, és miből ismert őt? Régóta hallgat minket. Igen? Igen, és olvas a sorok meg. Tom, írd már meg, hogy most ez miből esett le neked, jó? Fél hét múlt 1 perccel jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ráfordultunk az utolsó októberi hetünkre, tulajdonképpen jövő héten ugye Mindenszentek és ugye Halottak napja, vagyis hát tulajdonképpen igen, és amikor jövünk már vissza, jövő héten már november van, hiszen szerdán kezdjük. És csak 3 napra jövünk vissza. Igen. Hát a... Közeleg ez a november nagyon. Deadlining egy 18 adásunk van hátra. Azt a mindenségítek, hát akkor nagyon jó adásokat kell csinálni. Maradandó, emlékezetes adások. Most felráztam magam. Szerettem a pénteket, és örültem, hogy jó itt volt ez. Az Anett egyébként. Jó volt. Hangulatos kis adás volt. Igen. Feri elindult, úton van, megy a nyertesünkhöz, aki megkapja az autót, mert hogy van egy autó átadásunk, ugye ma talál gazdára a Lada, egy rászoruló családnak, szeretnénk segíteni azzal, hogy autót kapnak és tudják használni. Hát, meg annyi e-mail. Igazából hát, mindenkinek lehetne autót adni. Rengeteg e-mail, nem nyerhet sajnos mindenki. Egy valaki azonban szerencsésebbnek mondhatja magát a többieknél, úgyhogy Feri úton van, 9 óra után átadjuk a Ladát. Azt is elmondjuk, hogy egészen konkrétan hova indult el, később. Így van, később mindent elmondunk, nehogy előjük. Nagy tolladás van az M2-esen Budapest irányában, a Gödi leágazástól nagyon lassú haladás. Béci küldte nekünk, Hugyadákos szuperhírolvasó, tetszik, amit csinál. Ákos a legjobb, igen. M5 Budapest irányában baleset miatt áll, eddig 6 kilométeres a sor, emellett el is haladtam, de még mindig nem látom a sor végét, aki teheti, kerüljön. Az M5-ös Budapest irányában baleset miatt. Hoppá, ez az Ócsai részen van. Két helyen is hatalmas torlódás az M5-ösön. Na, hát szépen indul a reggel. Nézzük meg, hogy ki a játékosunk már itt is van. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, Jézus Mária, hát mi ez a lemondó? Sziasztok, jó reggel! Nem, én úgy örülök, hogy most annyira izgulok, hogy felhívtatok, hogy... Ja! Ne, csináld! Azt hittem, hogy ilyen kis szomorkás igen, vagy. Igen, olyan pici kis enervált, olyan kis hétfély, olyan volt a hangod, mintha nem tudnánk egymással játszani. Dehogy nem, igyekszem, próbálok. Honnan hívtál minket be? Jelenleg most Héderváron vagyok, itthon, szabadnapos vagyok, úgyhogy ezért is jó, hogy felhívtatok, mert amúgy kocsiban lennék, hogyha dolgoznák, mert 8-ra megyek. 8-ra? És mit dolgozol? Én Ausztriában dolgozom, egy idősebb hölgynek vannak ingatlanjai Bécsbe, és azt rendezzük. És azt kell eladni a feje fölül, úgyhogy ne tudjuk. Nem eladni. Egy idősebb hölgy, mindent aláír, amit eliteszünk. Igazából már olvasni se tud nagyon. Állás az, hogy már eddig 4 házát adtuk el, úgyhogy nem is tudjuk. Igen, róla azt hiszi, hogy az unokahúga vagy. Nem. Igen. Kivel játszanál be? Janival. Indítjuk az órát. Jó, 3-2-1, és tessék. Parancsolj, szeretnél kérdezni? Kérdezhetsz. Igazából nem szeretnék úgy kérdezni, várunk. Köszönjük, vége is van. Igazából nem szeretnék, ennyi volt. Hosszú felvezetés után. Nagyon rövid játék, ezt szeretem. Ez legalább egy másfél másodperc volt, úgyhogy vigaszoljon a tudat, volt, aki egy másodperc alatt is kimondta már, úgyhogy nem te vagy a rekorder. Jó, oké. Jó? Igazta. Jó. Köszönjük a játékot. Megmondták végül is, hogy hamar el fogok vérezni. Ez milyen jó, milyen benne volt. Kellemes útra való, nem? Igen. Mit mondtak, hogy hagyjad be a telefonálj be, úgyis elvérzel?
Nem, azt mondták, úgy is kimondott, hamar meg lesz, úgyhogy. Na, jó. Látod, vannak barátaid, akik ismernek. Látod, így van, igen. Hát ennyi. Hogy hisznek igen. benned? Hát, mennyire hittek benned? Rendesek, igen. Amennyire mi, semennyire, mert tudtuk, hogy el fogod veszteni. Be a puszi! Köszönöm, ciao! Hello. Ennyire izgul az... Hát, van, aki nem játékra születik, na. Hát most ez van. Nem? Hát... Túl izgultad. Ennyire nem szabad, engem kell tőlük ennyire félni, hát nem szabad ennyire izgulni, azért ennyire nem vagyunk félelmetesek. Igen, lehet, hogy... Nem, de aki ennyire izgul, annak nem szabad játszani, és ezt komolyan mondom. Hát ez kell egyfajta trenírozottság, hogy itt merjél és tudjál. Ennyire izgulsz, alapjában azonnak kimondod a nemet, hogy az igen, mert annyira izgulsz, hogy nem tudsz koncentrálni. Nem? Hát igen. Amint. Akkor neki lattoznia kellene inkább. Mert azért, be, 23 milliárdot vittek el az Eurojackpoton egy német házaspár. A rohadt életben. És nem töltöttem ki. És miért egy német házaspár? Miért nem egy albán? Most komolyan mondom egyébként, hogy miért egy német házaspár nyeri meg azt az euró száz mennyit? 23 milliárd forintnak megfelelő igen, eurót jó, nyert egyébként. Okay. Szóval, hogy felfoghatatlan. Euróban is. Felfoghatatlan. Miért nem erre fele nyerik meg? Miért nem egy ukrán nyeri meg? Egy lengyel? Hát, nem minket tudom. Már nem is mondom, mert ugye ez a részrehajlás. Ez nagyon részrehajló, nem is tudom mit csinálni 23 milliárddal. Dehogy nem. 3 perc van pontosan, 7 óra, ha van friss közlekedési hírletek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Nem várunk karácsonyig. A Klassz FM Morning Show Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora már novemberben megajándékozza hallgatóit. Csúcs kategóriás telefon, tablet, wellness hétvége, 100 000 forintos játékvásárlási utalvány talál gazdára november 2-án, 3-án és 4-én. November 2-ától 3 napon át megajándékozzuk hallgatóinkat. Klassz FM előkarácsony a Morning Show-ban. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen Morning Show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Hello Jani. Ja, várjál, beadlak, és akkor ugye egyszerűbb lesz. Jó, a Feriét is, de Feri most nincsen. Nincsen, mert még, hogy meskin cigizik, mindjárt indul. Igen, Feri elindult, és... Egyébként már úton van. Úton van, így van, úton van. Azt nem mondjuk meg egyelőre, hogy milyen irányba ment el, de elment. Óvatosan, ügyesen, szerényen. Ahogy szokott egyébként. De hogy valami baj legyen ezen gyönyörű szép autónak. Amit ma megmutatunk, elindult a szép kis ladával, és 9 óra után érkezik majd meg, és jut el egy családhoz, úgyhogy jó lesz, átadjuk a nyereményautót. Ezt élőben hallhatjátok majd, úgyhogy mindenképpen figyeljétek az adást. Bizony. Hát most nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan figyelnek most minket, szerintem azok közül, akik írtak nekünk levelet, meg azok közül is, akik valakit ajánlottak, annak tudta nélkül, mert hogy ilyenek is voltak. Egy picit titkon reménykedem benne, hogy egy ilyen család fogja megkapni, mert azért az hatalmas lenne, nem? Hogyha valaki ezt becsöngetnek, és az egészről nem tud semmit. Aztán természetesen bárkihez jut el ez az autó, az mindenképpen jó helyre fog eljutni. Az a kis Verta, azzal sok extraval felvérte, ez van, amit ugye a kedves hallgatóink felajánlottak még így pluszba. Csodálatos lesz ez a nap valakinek. Bizonyám, hát egy ilyen autót azért megnyerni egy ekkora csomaggal, az nagyon jó, ráadásul egy kombi autó, láttam már Ferit hasítani benne. Igen, ugye, az ekkora csomaggal nem Ferit értjük. Igen, őt visszakérjük, szóval egy nagyon szép fehér autócska, és ez a Kalina, ez egy kombi. Ez egy kombi, úgyhogy ebbe egy csomó minden belefér, lehet pakolni, lehet hozni, vinni vele rengeteg mindent, úgyhogy, úgyhogy ez autóúton van. Csak mondom egyébként, hogy egy olyan felajánlásunk is van, hogyha esetleg olyan családhoz kerülne az autó, ahol van mozgássérült, akkor még az átalakítást is vállalja egy cég. Tehát azzal sem kell majd foglalkozni. Igen, nagyon sok felajánlás. Nagyon. Tehát rengeteg. Nagyon. Hát olyan komplet csomaggal adjuk át az autót, amivel még szerintem soha minden benzinkártyától kezdve a kötelező kaszkóbiztosításon keresztül gumiszettik, ablakmosó folyadékot ne felejtsük el. Há, hogy felejtenénk már? Hiszen azért te is beletettél ebbe. Úgyhogy nagyon komoly kis felajánlásaink vannak. Premium Plus az ablakmosó folyadékot? Igen. Minusz 40-es.
Csak mondom. Már meg fölvittek mínusz 40-en? Ne legyél az, nem, letörölgetem, és láttam a por alatt. Ne legyél túl költekező. Bari, a tegnapi Facebook posztot mindent vitéri egy hallgató. Mit posztoltál? Hogy most már aludjatok. Igen? Várj, megnézem. Azt írtam este, nem tudom, hogy szerintem éjfél előtt, alvás van gyerekek. Most már tessék lefeküdni. Ez húzok 2:51-kor, ennyi. Nagyon megadod a módját. Nagyon komolyan veszem ezt a Facebook oldalt. Ez az, hogy mennyi ez összel? 5, 7, 9 szó. Nagyon jó. Rettetesen, kettő írás. Rettetesen sok energiát teszek a Facebook posztomba. Így van. Egyébként csak mondom. És úgy látom, hogy ez a, nagyon az ékezetekkel se törődtél. Semmi. Alvasan a gyerekek. Alvasan gyerekek. Most már tessék lefeküdni. Ennyi tudom kiírni. Megvan a napi egy poszt. Hát, ahogy te kezeled ezt a Facebook oldalt, ahogy te gondozod, ahogy te törődsz a követőidről, hát úgy senki. Ápolom és foglalkozom. Azelőtt ugye gyűlölöm a cirkuszt volt. Gyűlölöm a cirkuszt, csak mondom, hogy a gyűlölöm a cirkuszt, az 15 000 like. Annyi, hogy gyűlölöm a cirkuszt, egyetlen egy felkiáltójára, egy mondat. Mi lenne, hogyha eljutna 10 szóig? Van, akinek fotóval se sikerül egy lájkot összeszedni. Nekem egy mondatom, 15 000 like. Csak annyi, gyűlölöm a cirkuszt, ezt beírtam. És... Alvas van, gyerekek. Alvas van, gyerekek. Most már tessék le. A következő mi lesz? Háj! Igen, ennyi. Nem szabad. Mi a pálya, haver, srác? Nem szabad elkényeztetni őket, igen. Feri végre egy normális autóban ülhet, nem egy Alfában. Neki ez is ajándék, írja Roberto. Nem, miért gonoszkodni? Jó Alfával. Jó autóval van a Feri is. Igen. Ráadásul most valami kölcsönautóval fut. Úgyhogy ez egy jó, komoly Júliával kis... Júlia nem volt se jó, se szép. Így van, nem akart a földön járni. De most itt áll egyébként. Hétvégén óraátállítás van, srácok, ne felejtsétek el. Fújt, egy gyűlölöm ezt az óraátállítást. Nem lehet ezt valahol megszavazni, vagy elintézni, hogy ne legyen óraátállítás? Nem lehet ettől megszabadulni, ettől a komcsiátoktól? Te dumálj Vona Gáborra. Úgy hallottam, hogy ők megígérték. Jaj, ne, akkor nem akarom ezt kezdeményezni, mert azt hiszik, hogy beálltam én is a sorba, és jobbikos vagyok. Úgyhogy nem akarom. Úristen, ezt nem tudtam, Jézus már. Erre rászaladtam. Nyáron szeretem. Tehát, hogy a rossz dolgokban az a jó, hogy azt nem tudod, hogy meg fog változni. És amikor meg visszakapjuk azt az órát, én mindig annyira örülök neki, hogy egy órával többet tudok aludni. Igen, de akkor maradjon így, vagy maradjon úgy, amikor tovább van világos. Szóval, hogy nekem mindegy, hogy marad, csak ez egy esztelen dolog. Igazából, és ez már olyan sokszor kimutatták, hogy semmi értelme, és egyáltalán nem jó, és csak megviseli a szervezetet, az időseket. Hagyjuk abba ezt az órát. Hát meg főleg a gyerekeket. Az a legidegesítőbb benne tényleg, amikor kicsi gyerek van otthon, és a gyerek még ugye hozzá van szokva egy fektetéshez, etetéshez, ébresztéshez, blablabla, bla, bla, és akkor utána pedig ez az egész egy órával mindig, és ugye évente ezt kétszer el kell játszanod, mindig át kell szoktatni a gyereket. És ahol kicsi gyerek van, ott ugye azért ez nem egy kellemes tevékenység. Hova raktam most a papírjaimat? Attól függ, milyen papírjaira gondolsz. Behozott a Laci egy hírt, és azt akartam megbeszélni, de lehet, hogy elvarázsoltam oda? Meséltek a hétvégi cirkuszról. Még nem tudunk, még nem voltam. Tehát még szerveznünk kell, amikor jön az ötvös cirkusz. Bármiféle egyeztetés? Hát forgattunk, gyertek át, úgyhogy nem tudom. Közted és az ötvös cirkusz között? Felvettük az ötvös cirkusszal a kapcsolatot, de egyelőre még időpontot kell adniuk, hogy mikor vannak Pesten, hol vannak helyileg, és akkor utána tudok majd elmenni. Egyelőre nem tudom. Ezt november 18-a előtt ezt összefogjátok? Hát ez úgy illene, igen. Igen. Elmegyünk Barcelonába, visszajövünk, és akkor szerintem utána ezt így végrehajtjuk. Jó. Most hétvégén nem vagyunk. Most nem tudok cirkuszba menni. Most hétvégén van más dolgom is. Igen. Na, egy nagyon helyes híre bukantunk, mi szerint, hogy ez igaz vagy nem tudom, de el tudom képzelni. Szerintem igen. Tisztelt lakók, ez volt egy kőbányai háznak a liftjébe kirakva. Olvastad ezt? Nem, de már jó kezdődik. Imádom az éneket. Igen. Lehet, hogy lenyúlták az ötletünket. Ugyanis a levél így szól. Most hétvégén disznóvágást tartunk a tetőn. Hát figyelj! Az ezzel járó kellemetlenségekért és zajokért elnézést kérjük, igyekszünk csendben és gyorsan feldarabolni a sertést. Tapasztaltabb lakó segítségét béltisztításhoz szívesen vennénk. A reggeli hagymásvérre mindenkit szívesen várunk. Megértésüket előre is köszönjük. Érdeklődni személyesen a tetőn.
Hát szóval, hogy ez hogy van? Nem mond már. Arról van valamiféle információ, hogy ez mekkora, ez egy 4 emeletes, egy 10 emeletes, hol történik mindez? Hát azt tudtam, hogy Kőbánya mindig is a világ egyik legzseniálisabb szegletének mondható be. Ez valószínűleg egy panelháznak a tetején történt egyébként, és de ennek ellenére azért ez meglehetősen nagy meglepetés volt számomra. Ezt egy olvasó tette ki a saját Facebook oldalára. Egy 10 emeletes panel tetején disznóvágást hirdetnek. Mehetsz bélpucolásra, ehetsz hagymásvért, segíthetsz egy kicsit a böllérnek, ha van. Na de azért játszunk el a gondolattal, és nézzük meg ezt dramaturgiai sorrendbe állítani, hogy... Valaki megébred az újhegyi lakótelepen, és azt mondja, hogy... Igen. Szóval tételezzük azt fel, hogy mondjuk nem nevelnek a panel lakásba disznót. De ez sem kizárt. De mondjuk bízzuk abba, hogy azért ez már, ez már a 21. század, itt már nincs a harmadikon ló, mint Havannán, tudod meg. Szóval ott azért sok mindent hallasz. Mi kell hozzá? Kell egy böllér. Kell egy böllér. A böllért megszerzed. Így van. A böllért kér egy címet, azt mondja, 20 év jövök, leszúrom a disznót. Ugye? Ezzel meg vagyunk. Na most az állat felvitele a tetőre, az már melósabb. Ez már egy érzékenyebb pont. Az elemezzük ezt ki. Hogy viszel fel egy 200 kilós sertést? Mennyi egy sertés? Ezeket a Feri tudja. Hány kiló egy jól megtermett malac? Egy 150-170 kiló biztos. Simán van. A hízó. Ugye így mondják? Hogy viszed fel a tetőre? 150-200 kiló, hát az... Hogy viszed fel a tetőre? Csörlős. egyszer csak valaki arra ébredt a kőbányai panelban most, hétvégén, reggel 7 órakor, hogy egy malacnak az erkélyező megjelenik az orra, utána a kis praclia, utána a feneke, és egy csörlővel... a kis kávéját, hirtelen feltűnik egy malacnak a farka feje. És egy csörlővel viszik fel a malacot? Jézusom, megint hétfő. Ez meg mi a... És azt ezt nem hiszem, megy fel a malac. Gyere Bázsi, ezt nem fogod elindni. Ez ugye, repül egy malac, repül itt. Ha ne szórakozzál, meg is fogod. Hát gyere már, mondom, ha itt van a malac. Tényleg, most repül el az ájszól, hétfő van. megmondtam neked, hogy ne így el. Szóval, oké. Ha berakod a liftbe a malacot, akkor ezt be kell vontatni, az visít egy malacot, csak úgy nem raksz be egyébként. Hát meg nem fér be. Tehát, hogy az van, hogy te nem férsz be a malac mellé a liftbe. Tehát azt tudod csinálni, hogy betolod a malacot, megnyomod a 10-et, és aztán pedig, ja mondjuk, várjál, hogyha él, akkor meg kell vissza kell lögdösni. És valakinek pedig a 10-en fönt, ott szépen oda figyelnie kell, de nagyon résen kell lennie, mert amikor kinyílik a liftnek az ajtaja, akkor szárad a malac. Megléphet. Nem tud meglépni. A malacnak van önmagasság érzéke, van tériszonya? Vagy ha ott elkezdik a 10. tetőn, ott elkezdik körbe-körbe rohangálni a malac után, de a malac mindig tudja, hogy ott leesik, ezért körbe-körbe fut a panel tetején. Hát akkor viszont csak irányt kell váltani, és meg is van. Mármint az üldözőknek. Előbb-utóbb odaér megint. Ha körbe-körbe fut. Meglehetősen szürreális ez a történet, de egyébként igaznak tűnik. Mindjárt fölhívunk egy hallgatót, ő azt mondja, hogy ő a panelban vágott már sertést, van története. És ilyenkor egyeztetned kell? Tehát, meg kell kérdezned a közös képviselőt? Elvileg egyébként nem, a tetőhasználatot kell engedélyezni, ahhoz nem mindenkinek van kulcsa. De az ott egy közös tér, tehát hogy azt szerintem használhatod. Nem feltétlen disznóvágásra lett az kitalálva. És képzeld, amikor a 10-en laksz, és azt hallott, hogy fölötted ilyen kis praclikket kaparnak. Nagyon futam böllér. Utána megy az ordibán. Kérem már, Józsi, kérem már, gyorsan szúrd meg azt a malacot! Kérem már, imá, vizét a rendőröket, mert a horvátik megint balizna. Hát már azt mondod, hogy leszüktet róla az a malac? Ha nincs elejük, de róla kap már. És azt hallott, hogy visít a malac a tetőn. Hát azért gondold el, ez mennyire szürreális. Nem? És így próbálod elkapni az zajokat, kicsit kimész az erkére. Én mondtam, hogy előbb-utóbb rajta kapja a félre. Én mondtam. Borikát, megint borikát, nyúzzák borikát a negyediket. Megint összejött, összejött a szemétledobóval. És arra kelsz föl, hogy a malac rohangál a tetőn. Majd levágják. És visít, szóval annak azért nincs jó hangja. És akkor viszik fel az üstöt. Én nagyon szeretem ezt. Viszik fel az üstöt, ott forralják a vizet. Igen, mennyi mindent kell oda. Fátfasogatnak, fölviszik a hátukon a gázpalackot. És ott perzselnek. És megy a pörcsörő. Ott történik minden? Gyakorlatilag fönt a tetőn? Hát gyakorlatilag ott van a teljes feldolgozás, igen. Képzeld már azt a látványt. Én szerintem ez szenzációs. Óriási. Én szerintem ez szenzációs. Majd megindulnak a lakók hosszú tömött sorban egy kicsi hagymásvért tenni, beletisztítani és kolbásztőn. Hú, nem is rossz illat. Honnan jött a tetőről? Igen. Itt van egy hallgatónk, aló, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok! Hello, Józsi! Te Erdélyben vágtál malacot panelban? Így van. Ne csináld! Várjál, nem malacozzunk már, mert mindjárt megírják, most nem tudom, hogy írták el, majd megírják, hogy az nem malac. Mi a disznó? Hát disznó, hát én városi vagyok, hát malac, disznó, sertés, koca, hízó. Malacot még ne vágjuk le. Igen. De miért kellett ezt panelban levágni, Józsi? Na, úgy történt, hogy a Budapesten a erdélyi barátnőm volt, és az édesapjai bejelentették, hogy karácsonyra hízót fogunk vágni. Hát nem is történt ebben semmi, felültünk népeget be a buszra, kimentünk, furcsa volt, hogy éjjel érkeztünk hajnalba, sehol nem volt sertés, ugye. Leszegedtünk, most te mondtad, hogy éhes vagy, és ezért éjjel étkezel? Igen. Na, szóval reggel hízók fölkeltünk, lementünk a piacra, sertés vásárolni, hát nálunk ugye már 7 órakor kész szokott lenni minden. Nem tudom, na mindegy. Akkor vették meg a malacot. De nem kaptunk. Úgyhogy a szomszéd falukat, ez szovátán történt, a szomszéd falukat körbejártuk, mire 10 óra magassága találtunk egy disznót. Megszúrtuk ott a helyszínen, traban csomagtartóba beraktuk, 4 csülke ki a csomagtartóból, irány vissza a panelhoz. Panel előtt a garázsnál. Megperzseltük. Nem, ugye, volt, hány emeletes panel volt? Hány emeletes volt? Ilyen kis pici 6 emeletes. És ott a kocsi bejárónál, vagy a bicikli felhajtónál ott perzseltétek a malacot a panel előtt? A garázsok előtt a szervizúton. És akkor erről olyan törvények uralkodtak, hogy a húsból mintát kellett venni, elküldték az állatorvosnak, délután 2-re vissza is értek vele, hogy jó lesz. Akkor levittük a pincébe, ott hasították a hentes, vagy a böllér, és felhasítva fölértünk a nagyszobába, a harmadikon laktak az akkori páromék, és le volt minden fóliázva a nagyszobába, és ott ment tovább. Ne, várj egy kicsit. Hát ott volt le volt minden fóliázva. Ott volt a bútor, ott volt a tévé, igen, ott volt a szőnyeg, az asztal. Mindent lefóliáztak, és fölcipelték oda a malacokat. Nem mondott komolyan. Mint egy epizód a Dexterből. Egyébként ez ilyen Dexter, de igen, eltüntették a malacot. Nagyon kemény volt. És a böllér is akkor fölment, és ott... Így van, ott folytatta tovább a tevékenységet. Tehát három helyszínen zajlott a perzselés, ugye a garázs előtt, a bontás félbe az a pincébe, a szervírozás pedig fönt. Hát de meg sem volt reggel a malac, hát akkor közben kifóliázta ki a lakás, hát nem is volt biztos, hogy vágtok. Miért gondolom a páromnak az anyjáit. Uh-huh. Hát vagy nem csomagolták ki a bútor, még nem sem. Voltunk. Figyelj, ez mikor volt egyébként körülbelül? 2003 vagy 2004 karácsony előtt. Hát nem is annyira régen. És akkor ott a kicsit arrébb tettétek a hamutartót, arrébb tottátok a dohányzóasztalt, leszettétek a terítőről, az abroszról, letettétek a fóliát. Igen, a porcelán pásztorlánykát. Igen. És hányan dolgoztak bent a lakásban a malacon? Hát az akkor majdnem sógor, ugye, a majdnem apus, én meg a böllér. Tehát igen. Ez a majdnem apus, majdnem sógor, itt gondoltad hát, meg magad? Csak barátnő, mert nem, máshogy csúszott a történet, de ugye nem lett belőle a házasság semmi. Aha. Egy kicsit tehát megértem egyébként, azért ez így bizarrnak mi. Igen. Tehát, amikor délután végeztetek, akkor elcsomagoltatok a nappaliban? Éjjel végeztünk, ugyanis mondom, tehát ilyen 10 óra körül szúrás, meg még akkor utána még a húsbevésigállás, tehát ilyen hajnalba végeztünk, 2-3. És így körbe csöngettétek a szomszédokat, hogy ennének egy kis hagymásvért? Nem kellett, mert jöttek maguktól. Nem mondod komolyan. Ezt sem tudom képzelni, ez egy panel lakásnak mondjuk a nagy szobája, az körülbelül mint amely 15-20 négyzetméter. Hát igen. Tehát ott volt maga az állvány is felállítva? Amire ugye fölakasztják a disznót? Nem. Ketté volt ugye hasítva a hízó, és már úgy került föl. Nagy asztal, fel volt csapva, nagy asztalra darálok felszerelve, hogy illik. Óriási a kajtó. Szenzációs. Hát ez lehet, hogy ez nekünk fura egyébként, szóval, hogy ez egyébként egy megszokott dolog sok helyen, hogy a panelban vágnak hát, malacot. Ugye, nem is értettem, mert van egy nyaralójuk is, tehát hogy miért nem ott, abszolút nem értettem. Benne panelba. Mekkora volt a malac körülbelül? Nem 130-120-130 kiló. Hát akkor az jó, jól megtermett, jó szág volt. Na jó, és utána még mennyit voltál ezzel a lányjal? Hát még utána kb. 2 éve. Igen, 2 éve. Még 2 ölés volt benne. Még két malacölés volt a nagyszobában. Több nem volt, ez egy volt. Atya úristen. És finom lett utána legalább, ami készült belőle? Persze, igen, minden nagyon jó volt. Jó volt. Csak elcsomagolták a nylonokat szépen, visszatolták az asztalt. Így van. A telepiek azokat sem legetik valószínűleg. Egyébként ez egy bevett dolog lehet, gondolom én, nem? Másnap vagy harmadat meg ugye már állt a karácsony, mert hát mondom, ez karácsony. Azért ez mint egy kusturica film, annyira bizarr. És te volt így életileg, hogy megjelent a közös képviselő, és azt mondta, hogy jó napot kívánok, uraim, hát meséljék már, mit csinálnak itt, már bocsánat. Valaki megtöltötte a kolbászt a nagyszobában, ez megvan az a kép. Atya Isten. Na jól van. Oké, köszi. Mi is köszönjük. Ciao. Hello. Hát figyelj, szenzációs. Zseni.
Zseni, tényleg. Igen. Ide egy másik hallgató, őt is megfejtjük, hogy mi egy kollégiumban, a bárkolójában, és a parkolójában, és egy koedukált fürdőben vágtuk disznót. A disznót morzsolt kukoricával kell felcsalni a tetőre. Ez jól tett egyébként. Végigszorod a lépcsőházat, beszorod a liftbe, és utána szépen megvan. És hogy ott fönt, hogy kapod el, azt nem tudom. Igen. Igen. Fel lehet csalogatni a tizedikig, egy kis morzsolt kukoricával. Vagy szépen fellépzetted a lépcsőn. Állítsák a két hátsó csülkére a kocát, igen. Támasszák be a lift sarkába, úgy kell vinni, mint a bicikli. Aha. Ja, igen. Vagy nem tudom, meddig tud két lábon állni, de ez jó ötlet, hogy beállított a sarokba, mint amikor bicikli. Hát az úgy kell megcsinálni, hogy egy csülk kukoricát felfüggesztesz a sarkába a liftnek, és akkor föláll magától. És próbálja elérni, te megnyomod az ajtócsukást, megnyomod a tizediket. És már is fenn van a disznó, igen. Nagyon jó. Leugrik a disznó a tizedikről, és kész a disznósaj, 150 kg. Ide nekünk egy másik hallgató. Na jó van, oké, írjátok meg, drága hallgatók, hogyha panában laktok, vagy lakásban, a lehető legszürreálisabb dolgot találjuk meg, jó? Hogy tényleg volt-e olyan, hogy lovat tartottak a havannán? Láttátok-e ezt a saját szemetekkel, hogy ott próbálják, próbálják a lovat felvinni a harmadikra? Vagy a Feri mondja mindig, hogy ő simán nevelne csirkét az erkélyen. Tehát, hogy ha ilyen állat, fura állattartással szembesültetek már, azért azt írjátok meg nekik, hogy a panellakásokban, társasházakban, amikor valami olyat tartott az illető, amire azért úgy nem nagyon volt magyarázat. Mit tudom, egy tómi lovat. Egy kis kendermagos. Ott kapirgál a konyhába, és mindig van friss tojás. Szerintem tudod mi van? Hogy tartanak csirkét panelba? Biztos vagyok benne. Tehát, hogyha ha most összetudnánk számolni, megjelenne egy szám, hogy hány lakásban van csirke, van egy elkülönített rész, szedi a kis kendermagot, kicsit a kis szava műfűves. Na, tessék vallani, jó? Nem csak lebukott szomszédokat keresünk, hanem aki már valaha tartott például tyúkot, pulykát vagy kakast a panellakásban, azt is írjátok meg nekünk. Jó? Ha pedig vágtatok malacot szürális helyen, akkor írjátok, és akkor visszajövünk. Vagy hogy például vettetek halat karácsonyra, de aztán megsajnáltatok, és még hetekig, hónapokig a fürdőkádban él. Igen, kis laborban a mosdó alatt keringett körbe-körbe, igen. Várjuk az SMS-eket, jó? Mi pedig jövünk Ákos ide után. Sharks in the water make their jaws lock. When I swim through the grim, I'm too hot. Y'all can make your best, y'all small tuna fish. I'm one big catch. Bow down, player, 'cause this right here would be your worst nightmare. Work that, pop back, hurt that. Turn this up and bang it all up on the surface. 9 to 5, I gotta keep that fat stack coming. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz pontosan, 3 perc múlva szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, köszi Zsülci. És folytatjuk, ez tipikusan az a zene egyébként, amit baromi hangosan kell hallgatni, és akkor nagyon-nagyon jó át, nagyon átjön. Szóval jó. Nagyon tetszett, én jól felhangosítottam itt bent a stúdióban, még egy Tóth Verának, egy Tóth Gabinak, annyira el tudnék képzelni ilyen dalt, nem? Annyira jól el tudnák ők is énekelni egyébként. Fú, nagyon, Krisztina Aguilera, nagyon jó, de ha felhangosítod és átéled, az baromi jó muzsika. Zseniális, meg hát ott vannak dalszerzők is, akik nagyon jó dalokat tudnak írni. Nálunk sem a jó torkok hiányoznak. Nem. És jó hangok is vannak. Jó torkok nálunk is vannak. Hát, nézd meg, az egy celebeit, nagyon jó torkok. Egy csomó jó torkok. Így van, ezt egy karriert építenek el? Nem mindig. Igen, egy csomó celeb lány ebből épít a karriert, hogy csomó jó torok van itthon. Arról beszélgettünk, hogy most hétvégén talált az egyik hallgatónk egy kiírást, és elküldte nekünk. Disznóvágás a panel tetején. Most hétvégén disznóvágást tartunk a tetőn, az ezzel járó kellemetlenségekért, zajokért, elnézéseket kérünk. Nagyon jó. Igyekszünk csendben és gyorsan feldarabolni a sertést. Facebookon terjed a dolog. Egy kőbányai tízemeletes házban volt ez a levél kifüggesztve. Igen. És valószínűleg lapos tető, nem sátor. Valószínűleg lapos tető, igen, már nem tudom, hogy egy ilyen félig berodjant, ilyen fura ilyen, ha voltál tízemeletes ház tetején, ez egy ilyen, hát kicsit lépsz egyet, beszakad, kicsit arrébb lépsz, ilyen azbeszt tető van, ami kicsit omladozik már, meg málik szét a napfénytől, meg a melegtől, hogy ott hogy vágnak disztot, nem tudom. Cigizni, spárolni, bandázni, mindenki ott ment már föl egy ilyenek a tetején. Ja, tízemeletes ház tetején fent kell lenni, persze. Ott töltöttem a gyerekkoromat. Jó, mert nem felejtette. Felmentette kapatlan lapozni aztán. Kirektünk egy villadásvödőt, az volt a strandnél, kicsit megmustuk a hónunkaját, feküdtünk, napoztunk, így ment el a gyerekkorom, és imádtuk. Rátokolvott a kátrány. Bizonyán. És arról beszélgettünk, hogy rengeteg legenda kering arról, hogy mit tartottak már emberek panellakásokban, házakban. De most próbáltuk ennek utána járni, hogy ez valóban városi legenda, hogy vágtak lovat, mit tudom, a havannán, vagy tényleg vannak, akik fura háziállatokat tartanak otthon, meg fogtok lepődni, hogy milyen hallgatókat teszünk adásba. Egyébként
én mint Lőrinc, én komolyan, tehát hogy tényleg a véreimről van szó, hát annyira sajnálom őket, hogy a Havannáról mindenkinek csak ez jut az eszébe. Tehát ahogy meghallják azt a kifejezést, vagy azt a szót, hogy Havanna, meg hogy Lőrinc, abban a pillanatban, na, ott a lovat vágtak. Szóval ez annyira beépült, persze, hát ez ilyen városi legenda, igen. Itt van velünk Attila, Attila, hello, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok, szia Balázs, szia Jani. Szia, hello. Na, te mit láttál a tetőn, Attila? Hát én Koszovóban voltam, ugye úgy a békefenntartói szolgálaton a Magyar Honvédségtől anno. A társaskatonaként, és hát láttunk olyat, hogy tehát ahogy Annának is elmondtam, ott a házakat a bombázás után ugye ilyen kétszintes házakat épített a NATO a koszovói albánoknak, a menekülteknek. És ugye azok a felső szint nem volt ablak, mert, és nem volt ugye kipucolva, kifestve, ugye, mert amikor ez megtörténik, akkor számít a ház befejezetnek, és ugye úgymond akkor kell. Igen, hát nagyon sok ilyen befejezetlen ház van, addig nem kell így különböző van, terheket fizetni. Így van, és sose fejezik be. Igen. Így van. Na most ugye ott náluk az egyik a helyiektől megtudtuk, hogy ott a vallás, ugye ez a muszlim, tehát a fentehén nekik az fentállat, és ugye ott a gyerekeket már 10-11 éves korukban kinézik maguknak, családok, stb. Tehát nézik, itt házasítják őket. És hát ugye nem is kis család, ilyen 10-10 fős családok vannak. És az a lényeg, hogy az egyik alkalommal mentünk vissza táborba, és a felső szinten a széna lógott ki a felső ablakon, és rendesen fent a tehén, szépen reggelizett erőjel. Hát ott volt a tehén. És azt megnéztük máskor, egy másik alkalommal is rendesen a feljáró neki meg volt csinálva, tehát a fent állat. A fent a felső szinten érdekes, lent pedig már ugye ott egy 20-25 fős család, mivel ugye az esküvő előtt jött a lánynak is a családja, a tagjai, tehát hoztak minden magukkal, kelengék. És nem volt a tehén. A tehén az rendesen kifigyelt ránk a útra, úgyhogy ő az a fentért szépen velük. Fura volt gondolom megszokni magát a látványt, hogy lenéz rátok egy tehén. Hát így van, azt is, és nagyon sok minden, tehát ott azért a 21. században azért olyan érzés volt az embernek, mikor oda kimentünk, hogy visszamentünk az ókorba, tehát azért az egyben furcsa és borzasztó látvány volt, igen. Felértékelődött minden, mikor hazajött az ember. Igen, Attila, köszi, hogy elmondtad, ciao, vigyázz magadra. Nagyon szívesen, ti is legyetek jók, és ne szűnjetek meg, ne akkor haza kell mennem. Ne fürdjél le, ne szűnjél meg. Ugye, ahogy szokták így mondani. Így van. Így van. Attila, drága vagy, köszönjük szépen, bárcsak rajtunk múlna. Köszi! Ciao, hello. Itt van Zoli, hello Zoli, jó reggel, ciao. Jó reggelt, uraim. Hello. Békásmegyer 2012, amit írunk, ugye? Így van. Mi volt? És én arra ébredtem reggel 7 óra körül, a csipogás van a teraszszomszédomnál, mert egy ilyen kétségbeesett csipogás. Kinéztem, kenyeres kosarakba, akkor mondjuk még olyan két kosár volt, ott csipogó fehér csirkék, lent a ház előtt egy utánfutón nagymama és gondolom unokája hordták föl kenyeres kosárba a csirkéket, körülbelül olyan 50-et, ahogy én számoltam egy kosárban olyan 30. De mert mit csinál az ember a 7. emeleten 50 darab csirkével? Hát levágták. Ja, hogy ott vágták az erkélyen? Igen, ne, hát nem az erkélyen, csak ott tartották őket, amíg bent levágták. Gondolom ugyanez az eset, mint az előbb, csak ugye ez nem Romániában volt, hanem ez Budapest. És 2012-t, most nem arról beszélünk, hogy 80-as, 90-es évek, nem, amikor tényleg azért kinéztél, és angyalföldön láttál valahol egy bárányt, a 7-en meg se lepődtél nagyon, mondjuk 86, igen. Nem? Angyalföld. Hát, de az a 2012 az menő, hogy ott vágod a csirkét. Igen, mély hűtője gondolom volt. Nagy üzembe dolgoztak, az, nagy üzembe vitték. Ez nem számít már egy ilyen nagy üzemi feldolgozásnak, de elég nehéz elhitetni, nem? Csirkepucoló automata, néni bedobta a mikróba. Hát, hogy itt volt egy víz a szezonon, aztán ennyi. Kér a család. És ott a vágás, a koposztás, darabolás, minden. És másnap a szemét ledobóval, azon nem kell mondani, hogy úszott a csirke tóra. Inkább levitték kézbe a szemetet, mint a kinyitják a szemét ledobott. Én ezt annyira szeretem, idézőjelesen nyilván, amikor valaki ennyire törvényű, hogy egyszerűen áthágja a szabályokat. Azon kívül, hogy ez Békáson történt, azon kívül ez mindennapos szerintem még akár a Budapestnek a kertvárosi körzetei. Biztos vagyok benne. Csak lehet, hogy szolidabb mennyiségben. Persze. Köszi, hogy elmondtad. Köszi, szia. Hello. 32 négyzetméteres garzó lakásban a szomszédéni 16 nyulat tartott. Ott is volt. Hugom Ausztriában dolgozik, magyar barátnője lakásában tart sertés, valamilyen kis termetőt. Egyébként viszi sétálni kamionos Misu. Van ez a csüngőhasú, ami a George Clooney-nak is van, vagy volt. Igen. Ez egy ilyen őrületté vált.
egész. Kazinc Barcikán laktunk a harmadikon, ezt figyeld. Évekig nem tudtuk, honnan jön a trágyaszak. Kilakoltatták a felettünk lakó lakót. Kiderült, hogy a teraszról nem locsoló víz folyt néha, hanem nyuszi pisi. A gyerekszobában több mint 50 nyulat tenyésztettek. Csak a gyerekszobában. Puszi sárkány. Hát és azt tudod, hogy van egyébként. Tehát nem a fal mellett vannak elhelyezve a kedvencek, hanem egymás hegyén hátal, már mint egymás tetején. Tehát, hogy azért 50 nyuszi, annak már kell a hely. Régi kétszintes önkormányzati lakás padlásán zavartuk meg véletlen a tyúkokat, amikor felmentünk megnézni a tetőlécek állapotát. Rendes kis baromfi udvar volt fent, pedig kertesház volt, lehet, hogy féltették őt a rókakomától. Fentartották az önkormányzati lakás padlásán. Isten. Földszinten laktunk, anyukámnak voltak csibéi, megnőttek és kakas lett belőle, minden reggel kukorékoltak. A szomszédok miatt kénytelenek voltak levágni. Igen, pont ez a hallgatónk van itt. Adjuk be. Halló, jó reggel, ciao. Halló, jó reggelt kívánok. Gyöngyi, hello, pont a te történetedet olvasom, hogy kakas lett az egyikből? Mindegyik kakas lett. Ó. Három kis csirke volt, sárga kis pihész, nekem nagyon tetszettek, anyukám megvette, és akkor a végén megnőttek. És ez egy rendes földszinti lakás? Igen, igen, igen. Hmm. És ott turbékoltak minden reggel? Igen, igen, szomszédnak tetszett, mert végülis falun lakott régebben, és neki nagyon tetszett, hogy nálunk kukorékoltak a kakasok, meg hát volt mellette 10 macskánk is. Ó, atya úristen, és nem nyírták ki a tyúkokat? Nem kapták el őket? Hát nem, mert be volt kerítve. De aztán mégis csak lelettek vágva. Szürális lehet azért egy panellakásban kakas kukorékolásra ébredni, nem? Igen, igen, nekem már egy kicsit idegesítő volt. Ez is kézzed el. Hallgattassam el a kakasát! Ez egy panellakásból jön, nem? Azért ez így elég fura, igen. Meg hát elég korán kukorékoltak. Igen, hát mikor? Ez 4-kor, 5-kor kukorékor, nem? Hát korán kell valóban. Igen. Na jó van, már akkor nincsenek, eltűntek. Nincsenek már, vége. Ma már leszokott belőle. Már néma kacsákat tartottak. Ciao, köszönjük, hogy elmondtad. Hello, hello. Szia. Igen. Én már voltam egy panellakásban, kis pulykákkal futottam össze. 6 darab volt a lakásban. De tényleg mi, amikor bemész, teszed le a kabátodat, meg a cipődet az előszobába. Sziasztok! 3 gyöngytyúk így rád néz, tudod, a lakásban. Hát azért az hova teszed? Úristen. Na jó, köszönjük az SMS-eket, drágák vagytok. Ferivel minden rendben, azt írják a hallgatóink, az M3-as benzinkútján éppen reggelit vásárol. Hasít, feszít az új Verdában, kaptunk egy ilyen SMS-t is, Ferivel minden rendben. Valaki meg azt írta, mert gondolom nem tudott róla, hogy mi tudunk arról, hogy Feri hova megy. Feri nem dolgozik. Éppen reggelit vásárol az M3-as bevezető benzinkutya. Zabál a kis ravasz. Jó kis reggelivel indítja a napot. Mi tehet? Kolbász, gondolom, nem? Aha. Fehér kenyér. Valami, igen, valami. Vagy itt magával. Gondolom egy kis cigiszünet azért van. Beburkol ezt, azt, amazt. Fél kiló disznósajt, egy fél út kolbász, meg egy kiló kenyér, mint Fekete Laci. 2 liter kóla, meg 10 francia krémes. Igen. Nagyjából itt tovább elképzelni. Na hát, de ugyanakkor már egy picit ezért elárultunk az irányból, azt gondolom. Tehát, M3-as mondtunk csak. Igen? Nem M3-as, hát az M3-as bevezetőjén, igen. Ja. Azt mondtam. Hát még az, oda még, na most... Oda még az M1-es is összejön. Hát oda vissza a karnyarotat az M5-es, csak lehet, hogy egy kicsit, ott jó a kolbász. Igen, ott jó, egy picit. Jóféle kolbász csinálnak ott az M3-as. Mindig friss. Jó, hát ennyit még azért elmondhatom. Porc lámpázott. Na játszunk egyet, már itt is van a játékosunk. Halló, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok, Zsuzsa vagyok. Zsuzsa, honnan hívtál minket? Gyöngyösről. De szép hely. Igen. És mit csinálsz most? Hát dolgozom. Dolgozom? Mit dolgozom? Kamionhűtőket gyártunk. Kamionhűtőket? Igen. Ez jól hangzik. Igen. Fogjuk rá. És gyárban? Vagy hol csináljátok? Igen, 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 igen. És te minden nap ugyanazt? Nem minden nap ugyanazt. Tehát most egy ideig hűtő, aztán majd valami más. Nem, mindig hűtő, csak mindig más fajta hűtő, és mindig más beosztásban van általában az ember. Szereted csinálni? Szeretem. Teljesen korrekt. Jól van. Na figyelj ide, van híres emberünk, szólásmondásunk, minden. Városunk, állatunk, tárgyunk, amit szeretnél, válaszolni. Hát a városra gondolnék, hogy talán az menni fog. Város, mutatjuk, nagyon könnyű egyébként. Jó, figyelj, indul az óra. Vecerbet. Ennyi. Egy szót nem értettem, tehát egy hangot sem. Nem baj, olyan könnyű, hogy így is ki kell tudnod találni. Így van, így van. Necerbed. Ennyi. Mondanád te, Balázs, mert nem hallom. De ez olyan, hogy így lett kitalálva, hogy ne értsék a hallgatók. Necerbed.
Ne cerbed! Hát ez könnyű! Könnyű, hát ne cerbed! Itt vagy? Debrecen! Az, hát persze, ennyi! Te is Pécs! Igen, szólnak! Teljesen egyértelmű, Nagykörnyű! Így van! Ne cerbed, Nagykörnyű! Persze, Debrecen, hát könnyű volt, hát ez... Mondhatok még valamit? Nem. Oké. Okay. De hogy én voltam múltkor a nap hallgatója, amikor nem vettem fel azt a rohadt telót, mert az én férjem kérte meg úgy a kezemet, hogy mikor lesz a szülinapot, kapsz egy új nevet. És arról lemaradtam. Hát akkor ez azt jelenti, hogy elbuktad az ajándékcsomagot. Igen. Ja, van, az nem érdekelt annyira, mert valami kávés történet volt, úgyhogy... Ja, nem, hát van egy ajándékcsomag is. És akkor szomorú voltál? De hát most a jó... A jó Isten kárpótolt, látod? Nem, most újra adásba kerültél. Így van. Igen. Jó, ennyi a sztori? Ennyi a sztori, hogy akkor lehet, nagyon szomorú erős. Voltam. Jó van, oké. De most már vidám vagy? Most nagyon vidám vagyok, jól indul a hét, így van. Megvégasztaltunk. Jó van, hát akkor puszi, küldjük. Köszönöm szépen, sziasztok! Puszálok a többieket és a csajokat, férfiakat többieket. Jó, hello. Én nem puszilom a férfiakat. Ciao, szia! Na, akkor is. Na jó van. Valaki írja, hogy oda megy a Feri. Hát hova? Mi az, hogy oda? Hova? Nem mondtunk semmit, hogy hova megy. Mi az, hogy oda megy? Mire gondol a hallgató, hogy hova mehet a Feri? Úton van, ugye 9 óra után egy családhoz csönget majd be, és reméljük, hogy nagy öröm lesz, mert valaki megkapja ezt a gyönyörű szép kombi, egyhatos, vajfehér, törtfehér, nem tudom milyen fehér, ladát, ami rászoruló ladafehér. Családnak, egy ladafehér, így van. Egy Lada Kalina, és ezt adjuk át, 9 óra után élőben jut majd el Feri a családhoz. Hihetetlen mennyiségben jöttek egyébként levelek. Igen, nagyon megható leveleket. Azért kellett izzadni a 3 napon keresztül, gyakorlatilag reggeltől estig olvasta, csekkolta, ellenőrizte ezeket az e-maileket, és hát nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt választani. Tényleg. Igen. Feri nem Csabára megy a Kolbász Fesztiválra? Kicsit korán indult, mert csak pénteken kezdődik. Én már tudom, hova megy Feri, ha megmondom, kapok egy ajándékot. Ide egy csalgat. Ha most megmondod, akkor kapsz egy ajándékcsomagot, igen. 3 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírekkel. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggel. Kívánom jó mindenkinek. Se? Hát Falloutból, ilyen új zeneik vannak. Vagy egy csomó jó zenénk van igazából. Végre felfedeztük őket is. Tényleg jó. Slágerük van. Jó, friss, igen, mert játom. Jami Rockwai, és be van még készítve, hogy jó kis zenéink vannak, igen. Hát ezek olyan igazi reggeli, ilyen ébresztős zenék, abszolút. De zenéket hallgattam, félét néztem, táncos lányok voltak benne. Ja, Sztárban Sztárt néztük, ezt el lehet mondani. Hát, kettő együtt azért bepörgeti az ember. A jó zene és a csinos popsik, arra gondolsz? Tulajdonképpen igen. Csinos popsik, komoly mozgáskultúrával felvértezve. Igen, hát az mindig táncos jó. Táncos lányok. Egyszerűen zseniálisak. Az mindig jó, amikor egy nő így tud bánni a testével, és jól táncol, és azt én is szeretem. És izmos, és sportol, az jól tud kinézni. Igen. És visszaköszön, és rád mosolyog. Azt már nem tudom milyen. Nem teszi fel a telefon. Ja. nem mondok, jó fej, szeretkedve rád, vissza mosolyog. Igen. És nem zavar, hogy a gesztivel vagyok egy öltözőben. Ó, Isten, ne is mond. Voltunk Péterre Péter, nagyon jó rendben van. Nem teljesen Péterre gondoltam. Még mindig nagyon csinos. Egyébként is mindig gyengén voltak a vörös szeprős. Péterre dolgoztunk együtt egy kicsit hétvégén, több szempontból is gyertek át, ott is forgattunk. Hát, illetve készül volt valami a repülőkkel is együtt, úgyhogy ezt nem sokára láthatjátok, feltesszük majd minden oldalra, és megmutatjuk, hogy mit készítettünk most vasárnap. Lehet mondani, hogy egy új oldalunkról. Igen. Hát picit beszálltunk a repülők zenekarban, mondhatunk. Uh-huh. Tulajdonképpen ennyit elmondhatunk. Igen. Ennyit elmondhatunk, hogy mi is éneklünk a
repülők zenekarban. Amikor végeztünk, én azt mondtam nekik, hogy hát először is utoljára. De nagyon szívesen, nagyon jól éreztem magam, nagyon helyesek vagytok, tényleg nagyon jó volt az egész, nagyon élveztem, utoljára volt ilyen. De igen, de egyszer jó. Na, azt mondja, hogy nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. Azt nézem, hogy van-e valami friss, de igazából nyugi van. Azt mondja, hogy te Bali, szóljál már az óriásnak, hogy ne nyomja azt a rohadt csengőt tovább, mindjárt nyitom, csak budi vagyok. Szacsi írta nekünk, aki már nagyon várja. Ha Feri kocsit vezet, hogy jön vissza a fénypostával? Adják fel, kérdezi egy hallgató. Ő most még csak leviszi az autót, megmutatja. Gratulálunk a nyertesnek, beszélünk vele kicsit, és aztán Feri még visszajön az autóval, és akkor majd valamikor a Lada menedzsmentje leviszi. Most még vannak mindenféle ilyen bürokratikus okok, adminisztrációs okok, amiért az autót még vissza kell hívni, vissza kell hozni, de már a héten úgy néz ki, hogy egyébként a tulaj meg is kaphatja. Csodálatos. A boldog tulajdonos, így van. Felértezve az összes extra valamit, nagyon kedves hallgatói felajánlottak még az autó mellé. Igen. Azt mondja, Ati vagyok az Alfa Romeo szalomból, már meg is kötöttem a mai nap első üzletét, egy R. Ferenc nevű főszer az előbb cserélt be egy vadiói fehér Lada Kalinát. Feltűnően zavar volt, és csikorgó gumikkal Agárt felé távozott. A mi kis gyönyörű Kalinánkat, illetve Feri nem adja most még a miénk, de természetesen nem sokára már egy kedves hallgatói lesz, egy rászoruló a család, de senkinek semmiért nem adjuk oda, és nem cseréljük el. Mindjárt rácsörgünk Ferire, hogy hol tart, mi a helyzet az autópályán, annyit elmondhatunk egyébként, hogy merre megy. Szerintem 9 óra után ott lesz, igen. 51-es pálya felé áll. Kitti, köszi, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Azt nézem, hogy... Kőbányán a Jászberényi úton a Kozma utcától nem tudom miért, de szintén be van állva. Két őzike legel az M3-ason, az Árokparton Nyíregy irányába 115 és a 11-es kilométer között. És... azt mondja, hogy fegyvernek utána 4-es úton Szolnok felé baleset és torlódás, ezt művész úr küldte nekünk, köszönjük szépen. Írta Feri egyébként, hogy nem mondjunk ilyeneket, egy kolbászt teszik, meg húst, meg oldalast, mert hogy igaz. Azt írja, hogy teljes kiörlésű kifli, zöldségek, sajt, víz. Ez a menüje. Mert ugye elmondtuk, hogy az M3-ason támasztja valahol a pultot, és friss kolbászt eszik, de nem. Szóval, hogy tök jó reggeli. De délután meg este azért eszik még ilyeneket, nem? Igen. M3-osan megyek Nyíregyháza felé kamionnal. 60 magasságában járok. Izzasszam meg Ferit egy kicsit, hogy ne legyen sétagalop az új autójával furikázni? Hello Feri, jó reggel, ciao. Szia, meg is van az ajándékcsomagod. Na, mi újság van? Hát gyerekek, az van, hogy annak a szürke autós csávónak üzenni, aki viccesnek gondolja, hogy 160-nál így beáll elém, meg beáll én, hogy szerintem nem az. Értem, hogy örült nekem, én is örültem nagyon, neki innen tudom. A kamionosoknak egyszerűen meg nem volt esélye, mert annyira mentem, hogy odaérjek biztosra a helyszínre, hogy tényszerességgel tudtam el a járműnek mellett, mert bírja a kis Kalinánk a gyűrődés. Én megmondom őszintén, egy kicsit vártam a régi feelinget. Tehát én szerelmes voltam apám 1-2-es Ladájába, vártam itt is a vékony kormány. Nem tudom, emlékeztek-e rá, egy ilyen, tehát gyakorlatilag foghatatlan volt. Igen, a fagörgőket az ülésen, és... Igen. Egy kicsit ugyan olyan jó eset volna nosztalgiázni, de hát ez már nem az az autó, ez egy jó autó, nem olyan, mint a régi, már annak akkor nagyon örültünk. Jó, finom, kellemes, ahogy egy ismerősen szokta volt mondani, és hát megy rendesen. Na jól van, akkor haladsz, ez a lényeg, hogy akkor úton van. Már ránézek a GPS-emre, azt mondja, hogy 46 perc múlva érkezés. Ó, tökéletes. De hát akkor fektesd le azért, nézd meg, hogy mennyi tud az 1.6-os. Ott komolyan. Ezen már túl vagyunk. Kizsigereltem, ami benne volt, azt megmutatta a jármű. Egy ilyen 170-es utazóval tökre jól lehet jönni. Azt akartam kérdezni, hogy szóval szálltak be egyébként a felszereltségbe, tehát a benzinkártya, a biztosítás, a téli gumi, az akármicsoda, hogy a rendőrséget nagy tiszteletek, hogy ők meg szálljanak már bele a véletlen. Egy szemlehunyással. Igen. Ha véletlenül túltoltam valahol. Jó, figyelj, nem, megoldjuk egyébként. Azt mondtad, hogy leragasztod az első rendszámot leokoplasszal, ahogy szoktad. Tehát igazából azt nem felejtetted el, és megcsináltad, így közlekedsz a hétköznapokban is, akkor nem lesz nagyobb büntetés. Ez se semmi ugyanaz, és egy disznó vagy sonka felirat van elől, átul meg a kolbát. Jó volt egyébként a meghatározás, mert nagyon szívesen rámentem volna a kolbikra, de aztán ez nem sikerült, úgyhogy ilyen szánalmas szendvicset ettem. Hát azért, nem volt szánalmas, mert jó volt nyilván, de hát ez nem én vagyok.
De mi az az egészséges reggeli, hogy mindenki zöldség, meg nem is tudom, miket mondtál, teljes kérdési kiflije, vitted magaddal? Készültél? Ezt lehetett kapni a boltban, tehát én akartam egy jó fröcsögös kolbát tenni fehérkenyérrel, de még nem sült ki a benzinkútor, úgyhogy ezt most elhattuk, ez meg kész volt, és azért siettem, tehát annyi időm nem volt, hogy rendesen megreggelizek. Úgyhogy ezt választottam. Pedig az betyáros lett volna, hogy az új autóban ráharapsz a kolbászt, és két végén kifröccsebből, és azt mondjálta te. És egy szalvétával próbálod felítatni, meg kicsit letörölni az akódat. És még jobban szétkered. Kicsit a kovász csuborka kifröccsen a bűtelvára. Örült volna a sponsor. Igen. Na jól van, oké, figyelj, akkor 9 óra után adásba teszünk, tehát ne menj be addig, ne csönges, mindent élőben szeretnénk majd hallani, jó? Amikor tényleg a nyertesünkben tudatosul, hogy te vagy az, és jöttél hozzá, és ő, vagy ők nyerik az autót, akkor azt mi már legyünk adásban. Tehát állj félre valahol, jó? Pár sarokkal arrébb. Egyértelm, ő megállok ott, és akkor ahogy ti hívtok, akkor fogok oda menni. Úgyhogy az összes potenciális nyertest, már ugye az útirányt körülbelül elárultuk, hogy merre indultam el. Arra kérem, hogy ne jöjjön ki a hátból, tehát nem most menjetek el kenyérért, mert annyira szánalmas lesz, hogy ott állok, megbújva egy telefonfülkem mögött. A vadolatúj ladával, és akkor valaki megy el kenyérért, én meg ott próbálok bujkálni. Tehát minden potenciális nyertes, aki a most már ennyit elmondhatunk, a keleti ország részben lakik, az húzódjon vissza a házba. Azt írja egy hallgató, hogy 46 perc múlva jön Feri, kellene még egy kis idő, hogy elrakjam a Lambót a garázsba. Ja, Istenem. Helyet csináljál a Lambának. Helyet csináljál. Jó van, Feri, jó utat, beszéljünk akkor, jó? Hívjatok, csövi! Hívunk 9 után, ciao. Hello! Hello! Gyerekek, konkrétan találgatják, hogy hova megy a Feri. Zseniális. De hogy így hogy? Hogy beír valaki egy címet, hogy szerinte oda? És utána kéri az ajándékcsomagot, hogy eltalált-e. Köszönjük az információt, Ferenc, maximális sebességhatár 130 km az autópályán, a Csekúton van. Ezt az ORFK küldte nekem. Feri, a noszalgiázni szeretném, van egy együttös fehér kockaladám. 2107. Egyszer összehozzuk és mehetsz el. Gondoltam, hogy veszek egy ilyen oldtimer ladát egyébként. Csak úgy, és azt úgy ráhagyod a gyerekre, tudod. És úgy valahogy úgy lesz magány. Egy ilyen családi örökség. Csak abba kilométereket kell tenni. Hogy... Te meg tudod mondani, mert 1000 éve vezetsz már, hogy ők, vagy legalábbis valami elképzelés, biztos van róla, hogy milyen megfontolásban csinálták ezeket a vékony műanyag kormányokat, amikre utána mindenki rárakta ezt a patentos ilyen kormányvédő húzatot, meg felvett az autós kesztyűt, hogy legyen valami fogása, mert ez egyszerűen képtelenség volt normálisan megfogni. Eleve, hogyha ugye izzadt a keze, csúszkált rajta össze-vissza, de hát egy ilyen nagyobb markó ember, tehát apának a kezébe gyakorlatilag eltűnt. Olyan volt, mint hogy nem is tudom, mint egy drót darab lett volna a kezébe. Én nem tudom, mi volt annak hogy az oka. Mi? Hát az tehát, hogy bármilyen magyarázat találsz rá, az nem jó. Tehát kényelmetlen, igen. Hideg, igen, fröccsöntött műanyag volt, vagy nem is tudom, miből csinálták. Szervó rossz, a kanyarban se volt, hát bírkozni kellett vele. De gondold el az orosz mérnököket, szóval, hogy megfogták a kormányt, és nem jöttek rá, hogy ez kényelmetlen, adjunk hozzá még egy kicsi anyagot, szerintem egyszerű, szimpla spórolás, kevesebb anyag kellett bele, nincs más oka, hogy miért csináltál vékony. Jó lesz ez, Vladimir. Pont jó. Tehát, megfogták ők is a nagy kezükkel, nem érezték, hogy hogy szinte vezethetetlen? És mindig ilyen nagyon nagyot csináltak. Igen. Nem? Hogy minek kellett akkor a kormánykerék? Óriási volt. Óriási jó, és vékony. Kisebb lett volna és vastag, akkor ugyanott vannak anyagban. Nem? Ebből is sose felejtem el, tehát amikor még volt egy 120-as Skodánk, és abba beültél, és úgy érezted, mintha az élet kegyeltje lennél. Tehát én elmondhatatlan volt, hogy egy trabi után egy 120L-be beültél, 120L, nem tudom, mi volt az eltalán a luxus kivitel, vagy nem tudom, mit, a long, vagy a long volt, hogy ez hosszabb, vagy long. 120L. Úristen. Beültél, és azt gondoltad, hogy hazaértél, és a Skoda úgy volt megcsinálni, hogy az ülés az nem ilyen kagylőülés volt, hanem kicsit ilyen domború ülés volt, tehát ráültél, és egy picit magasabban ültél. Láttad a kocsinak az elejét, mint ami, hogy Mercibe ülnél, csak nekünk az volt a baj a Skodánk, hogy mindig felforrt a vize. Csak a Skodában az egy specialitás volt, én nem tudom, mit rontott a kell tervezésnél, de a Skodriban mindig specialitás volt az, hogyha beálltál a budai alsó rakparton, akkor kb. 4 percet volt, hogy elinduljál, ha nem tudtál elindulni, víz felforr. Nem tudták megoldani a hűtést. Hogy micsoda tervezési hiba, hogy ezt nem tudták megcsinálni. És minden Skodának mindig felforrt a vize. És akkor mentél, kinyitottad, hűtötted, megvártad, míg lehűl, és aztán újraindultál. És ugye volt menetszél, meg ugye ment a hűtővíz, akkor hűlt. Dugóba,
véged volt. Tényleg, a Skodri megadta magát. Ő nem szerette a dugót. Hát. Valahogy mindegyik autónak volt valami olyan típus hibája, amit az a modell egyszerűen nem tudott kinőni. De hogy így évek során sem. Az egyik haveromnak például a Dacia volt, semmi baja nem volt az autónak, egyetlen problémája volt, hogy ezek az eső elvezető ilyen kis sínek, amik oldalt voltak, azok bevezették az utastérbe a vizet. Tehát amikor esett az eső, konkrétan így elkezdett befolyni. És nem, egyszerűen képtelenek voltak megcsinálni a szigetelését. Nem lehetett leszigetelni azt az autót valamiért. Hogy csináltak, fogalmam sincs. Igen, azt érde egy hallgató, hogy azért lehetett nagyobb a kormány, ugye nem volt szervó bennem, és egyszerűen az átmérőjénél fogva az, hogy nagyobb, tehát könnyebb volt az erőhatás miatt tekerni. És azért kellett ugye a szervó nélkül baromi nagy kormányt berakni, mert akkor nagyobb volt az erőkar. Nagyobb volt az erőkar, és akkor így jobban tudtad tekerni. Én nagyon sajnálom egyébként, szóval szerintem ez egy fontos élmény a mi generációnknak. Ez már a gyerekeinknek, hát ugye érthető okokból, de kimaradt. Tehát nagyon kevés helyen van már ugye Skoda, vagy Wartburg, Kispolski, vagy mit tudom, Trabant. És sose felejtem el azt a jó illatú benzinszagot, ami a Trabantnak mindig a belsőben volt, amit keveredett kicsit ezzel a műanyag szövetkárpittal. Igen. De valahogy vagy úgy csinálták meg, hogy szellőzött a tank, vagy egyszerűen csak szivárgott a benzin, hogy mindig volt. Minden jött együtt. Mindig volt egy kicsi benyasszag, mikor beütél. Motorszag, olajszag, benzinszag, műbőrszag, szövetszag, minden. De mégis te voltál a világ legboldogabb ember, igen, hogy ott ülhetsz hátul a trabiba. Nem? És nézted, hogy apád tolja befele a sebességed, nyomja lefele, és nincs meg az a rüki. És megvan a mozdulata, hogy alányul és fölfele vált, mert ugye abban ilyen karos váltó volt, csak 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Rüki, trabiba pedig úgy volt, hogy bedugtad és lefele. Hát figyelj, nekünk kisfiát nekem volt olyan kis paszki volt, hogy alul kellett még indítani. Nem kulcsal indult. Szivatóbovden. Az egyik volt a szivatóbovden, ha túlhúztad, elszakadt, vagy megszívta magát. A másik pedig egy pici kar, és a pici kart meg kellett húznod, úgy indult be a kispolszki. Ha túlhúztad, elszakadt az indítóbóta. Nagyon jó. És ez minden egyes indításkor erről oda kellett figyelni. Ez és jó, mindig egy kaland csak volt. Nagyon óvatosan húzhattad meg, mert ha beszakad az indítóbóten, akkor nagy a baj, nem tudsz elindulni. Vagy be kellett tolni. Igen, nekünk is óriási csoda volt. Olyan kisfiátunk volt, aminek hátrafelé nyílt még az ajtaja, és apám rettenetesen büszke volt rá, épített neki hátul az albéletünkben egy garást kátránypapírból ponyvajtóval. És emlékszem, mindig minden büszkén volt, hogy eredeti Fiat motor van benne, ez nem lengyel, eredeti Fiat, és semperit gumi. Júj, de jó! Úristen! Hallod? És hát az ezzel járó kiegészítők, szóval, hogy ahogy te megpróbáltad a kispolszkidat, meg a Trabantodat, meg a Dacia-dat, meg a Wartburgodat felturbozni, és egy kicsit menőbb és vagányabbá tenni, hát akkor az egy státuszszimbólum volt. De minden olyat belepakoltál, amitől egy kicsit jobban szólt. Egy olyan magnót tettél bele, olyan hangszórót tettél bele. Magnó? Ilyen kis kinek még volt ez a kihúzogatós. Mi konkrétan rádiót vittük, szokorrádió volt benne. Beraktál egy szokorrádiót? Szokorrádió két lapos elemmel. Ezzel a sárga-fekete, mi volt az? Ilyen, talán polimer, vagy nem, az kazetta volt. Várjál, mi volt az az elem? Ugye sárga-fekete, még az a papír borítású elem, és a hátára volt kettő darab oda gumizva. Ez volt. Olyan kesztyűtartó volt a Fiatunkban, hogy erőből, izomból lehetett csak becsukni. Érted? Tehát konkrétan rá kellett egy óriásit verni ahhoz, hogy be tudjon zárod. De apám nagyon büszke volt, és mindig tényleg egy ilyen szertartás volt. Beültünk, és felvette az autós kesztyűjét, és bepatentolt. És az nagyon kellett. Tehát az nagyon fontos volt. Indulhatunk adonyba. Az nagyon kellett az autós kesztyűje. Azért voltál boldog a trabiba, mert a benzinszaktól boldog állapotba kerültél. Írja egy hallgató. 1981-es Zsiga kombival legurultunk tavaly előtt Monakóba. Bizony a szűk sikánokban jó volt a nagy kormány, hogy be tudjunk fordulni. Azért melegedett a Skoda, mert hátul volt a motor, és nem működött a légütés. Egyébként ez tényleg így van, tehát Skodriban hátul volt a motor. Elől egy nagyon pici csomagtartód volt, és azt hiszem talán az a csomagtartó tehát az oldalra nyílt. Tehát nem is fölül nyitottad, hanem oldalra fölött. Hát figyelj, és akkor oda berakták két, nem tudom, másfél literes ásványvizes palackot, meg valamit, és te voltál a világ legboldogabb ember, hogy mehetsz haza vásárolni. Igen. Jó volt a 120 L is, egyébként illatosító helyett instant levest és teafiltert lógattunk a tükörre. Ez nagyon magány volt, az Ebi küldte nekünk. Teafiltert. De teafiltert miért lógattad le? Az miért kellett? Nem tudom, de biztos vagány volt, főleg a Lipton.
Ja, a Lipton nem volt akkor még. Nem volt akkor még. Nem volt akkor még Lipton. Na jó, van. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, ha már Ferit ennyien fölnyomtátok, hogy látok-e most, mert ugye Ferit nagyon sokan feljelentették, hogy a benzinkúton van, hogy tankol így éppen, van. Hogy mit eszik, hogy budin van, hogy vezet, így az M3-ason van. Lopott. Hogy ellopott két janavizet a benzinkúton, és fülön csípték, és házas kikeret fizetett, ami drágám. Kikeret fizetni, igen. Írjátok meg nekünk, hát ha el tudunk most csípni egy-két hírességet. Legyetek ti, gyors témaváltással, a füleink, szemeink, és kicsit árulkodjatok, hogy éppen most hogy ébredeznek hazánk sztárjai. Végezzünk egy ilyen kis közvéleménykutatást, jó? Ha már Feri tényleg ennyien bemosszeroltátok, mintha mi nem tudnánk egyébként, hogy merre megy. Volt egy-két ilyen önkéntes rendőri vérával megáldott hallgató is, aki tényleg azért mosszerolt, hogy azért nincs adásban, mert itt van az M3-ason no smiley-e. Tehát ő komolyan, komolyan megírta nekünk. Írjátok meg nekünk, hogy ha láttok hírességet, most éppen mit csinál? Álmosan taxiban ül, gyúróteremben zenét hallgatva, álmos fejjel, monotonon, hajt a lábgépen, és edz. Ott áll a hentesnél, mert főzni szeretne. Jó? Bent ül a fodrásznál. Elcsúszott sminkel. Átmögöttetek a hetes buszon, és nagyon rossz a lehelete. Jó? Járod belőle a disznos hajszak. Igen, és egy fél literes kakaó tízik zacskóból. És mustáros kenyeret eszik ott. Jó? Írjátok meg nekünk, ha már ennyire szeretetek árulkodni, hogy hol van Feri? És mit csinál? Akkor küldjetek el nekünk, legyetek ti a szemeink, füleink, hogy hazánk hírességjei, celebjei, sztárjai mit csinálnak hétfő reggel. Hát, ha van egy-két hallgatónk, aki belefutott már valakibe. Jó? Tényleg. Főz, süt, vásárol, edz, bringázik. Ahol láttok most hírességet, küldjetek el nekünk. De nem ér hazudni, mert utána lehet, hogy fölhívjuk az illetőt, és lecsekkoljuk, hogy valóban azt csinálja-e. Jó? Tehát nem ér, most kamukat bedob. Hajdú Péter egy bezárt lángososnak az ajtán dörömből, mert már reggelizni. Ne, a fánkosnál. Igen. A fánkosnál dörömből nyissák ki, mert fánkot szeretne enni. Jó? Tehát nem ér kamuzni. Írjátok meg nekünk tényleg komolyan. Jó, hogy kit láttok, hol látok, és mit csinál. Janinak üzenem, azok Perion zsebtelepek voltak. Perion, igazad van. Abszolút. Perion zsebtelep volt, respekt. Igen. Köszi szépen. Na, várjuk az SMS-eket, jó fél 90 pontosan, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírekkel, és ha van közlekedés, akkor azt is küldjétek. Jó, hogy tudjunk segíteni azoknak, akik úton vannak. Itt vagyunk mindjárt a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hétfő van. Ez egy undok nap, de majd valahogy utáljuk. Valahogy túl leszünk rajta, így van. És ti is. Már hogy ők is utálják? Na, biztos vagyok benne. Biztos, hát nincs ember, aki szereti a hétfőt, de szerintem. Húzza minket át ezen a héten a tudat, hogy hosszú hétvége vár ránk, tehát ott majd egy picit tudunk helytőzni. Meg hát ugye azért ettől függetlenül ez a hétfő, ez be fog égni egy magyar családnak a tudatába elég mélyen, mert hogy ami Ferencünk útban van jelenleg egy gyönyörű szép Ladával valahova, hogy átadja egy rászoruló családnak. Egy jótékonysági akciónk volt, ugye arra kértünk rászoruló családokat, hogy írják meg nekünk az ő élethelyzetüket, küldjék el. Lehetőleg e-mailben, ha nincs internet, akkor valahogy próbáljanak eljutni egy olyan helyre, ahol van. És hát rengeteg megható levelet kaptunk, a Lada pedig bejelentkezett, amikor mi beszéltünk arról, hogy milyen jó lenne még egy autót átadni, miután átadtunk ugye egy Suzuki-t. És ebből most nem egy ilyen országos orcsot csinálni, hanem egy olyan családnak, akik valóban rászorulnak, és valóban nagy segítség nekik az autó. És akkor ők aranyosak voltak, mondták, hogy persze legyen, adnak egy autót. És kaptuk egy szép Lada Kalinát. Egy Lada Kalinát, kombi, fehér, úgyhogy nagyon sok mindent lehet belepakolni, és Ferenc, hát reméljük nem kinyomva a jószág szemét, mert úton van, és hát próbálja eljutni a családhoz, úgyhogy 9 óra után élőben kapcsoljuk, ahogy egyébként terveink és reményeink szerint ő éppen bekopog, vagy hát megáll a lakásház előtt, és onnantól kezdve majd tudósítja, hogy mi történik. Így van, két konkrétumot mondhatunk, valahol és valahova. Igen. Már az M3-as mondjuk elmondtuk, írt egy hallgató, jól érzem, Sopron? Igen, nem, egy picit határeset, Kőszeg. Igen, na, keleti ország részt, rákérdezhetek, festői Sopron, írt egy hallgató. Mérnek a rendi belőrei az 51-es úton Kalocsáról kifelé? Egy Toncsinak üzenném, jöhet a fáé. Köszi, Bali. Na,
Ugye arról beszéltünk, hogy érdekes módon számunkra is egészen elképesztően Ferit rengetegen fölnyomtátok. Fölnyomtátok azért, mert ti azt gondoltátok, hogy mi nem tudjuk, hogy hol van, vagy azt gondoltátok, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ő késik, vagy nincs adásban, vagy meglógott, hogy nekünk nem szól, vagy mást mondott. Meglépett a Verdával. És mondjuk azt mondta, hogy forgat, miközben ő éppen vezet az M3-ason, és rengetegen elküldtétek nekünk, hogy ha nem tudjátok a Ferit, láttam a Ferit, itt van az M3-ason, éppen tankol, éppen eszik, reggelizik, ez vagy az történik. Tettétek mindezt úgy, hogy hát láttuk, hogy néhányan tényleg azt gondoljátok, hogy mi nem tudjuk, hogy hol a Feri, és ti jelentettétek nekünk. Tehát kémkedtetek, tehát nincs baj. Egy pici, finom önkédesen öröskedés. Így van. Hát ha abba kicsit abban reménykedtetek, hogy biztos azt mondta, hogy beteg otthon fekszik, és közben ti most lebuktathatjátok, hogy az M3-ason reggelizik vidáman, ahelyett, hogy a munkaköri kötelességét látnál és dolgozna. De mi tudjuk, Feri legálisan van ott. Viszont kértünk benneteket, hogy akkor kémelegyetek még egy picit, és írjátok meg nekünk, hogy hazány celebritásai, sztárjai, hírességei mit csinálnak most hétfő reggel 3-9-kor. Ha való gyúrnak, autóban ülnek, BKV-znak, hentesboltban vannak, vásárolnak. Miért csuklom? Mit csinálják ezzel? Igyere egy kis vizet. Vagy fogd be az orrodat. És így 10-15 másodpercig maradjunk. Igen. És közben elhajolni, tolt hátra az ánuszutat, és... Így van. és ülj bele egy patiszomba. Na, viszont megnéztem Tibinek a Facebook oldalát. Tibi szerintem beteg lehet, mert még nem posztol. De miért nézted meg, hogy ő hol van? Hát persze, kíváncsi voltam, mert többen írták, ugye, hogy nézzük meg, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy Kassa Tibi mit csinál, akkor menjünk fel a Facebook oldalára. De nincsen még fel 11 órával ezelőtt posztolt, szerintem Tibivel valami gond van. Valakinek meg kéne csöngetnie hozzám, mert még ma nincsen mai napi poszt. 11 órája nem posztolt, ez nem lehet. Na most ezt képzeld már. Mindjárt átvesz egy riposztciket biztos, hogy valamit megoszt. Ma reggel Istenes Bencével találkoztam, a Nyugati aluljáróban dedikáltam, miért nem születtem Balázsnak című könyvét. Szombaton láttam az Ábu Krisztián harmadmagával a Várpalotai Lidlben. Jó nagy hanggal mentek, egy kört majd távoztak, semmit nem vettek, ez ám az édes élet. Az. Hát a Várpalotai Lidlben. Igen. Friderikus Sándor Balázs kukájában kutat. Így hallgatok. Más is látta Fridit. Egy kávézóban ül és könyvet ír, ha jól láttam, Kritika mindenkiről a legnagyobbtól. Mellette két asztala Havas is könyvet ír, ugyanezzel a címmel. Kritika mindenkiről a legnagyobbtól. Norbit és Rékát láttam egy albán pékségnél. Klárikám éppen reggelit készít nekem, mert nagyon szeret engem, aláírás Gyuri bácsi. Pont most vett egy pékségben pogácsát Hajdú Péter révcelakon, de szerintem nem ő volt. Hát nagyon szeretem az SMS-t. Elég konkrétak vagyunk. Nagyon-nagyon jó. Igen, az a baj, hogy hát egyet se lehet komolyan venni. Egyet se lehet komolyan venni. A polgármesterünk most jött ki a szeretője Hát azt is csuklom, így nem tudok műsort vezetni. A polgármesterünk most jött ki a szeretője lakásából, vagy ezt inkább nem is láttam. Inkognitó írta nekünk. Köszönjük szépen. Nem fedünk föl, és nem kérdezzük meg, hogy melyik polgármester. Sobert Norbi éppen most vásárolt a hentesnél 5 kg véres húrkát, 6 kg tepertőt. Vajna Timi ül az ágyam szélén egy doboz fánkot majszol, és azt ismélgeti. Már megint megtörtént. Folyamatosan ezt ismételgeti, nem is értem mi. De persze, szép álom lenne ez így, Néha nem áll el az a csuklás. Valakinek meg kéne ijesztenie. Lagzi Lajcsi épp az órát állítja át, jó? Jó, a műsor indőr küldenek. Ha megijesztesz, az segít? Az igen. Tehát akkor váratlanul elfelejtek csuklani? Igen. Tehát mint tudom, én azt mondom, hogy te fogod vezetni a következő valóvilágot, vagy ilyesmi, akkor attól szerintem elmúlik. A pillanatban elmúlom. Mennyire vállalnád be, hogy egy évig csuklasz, úgyhogy 10 másodpercenként egy nagyon durva. De én nem tudok csuklani egy éven keresztül. De egy évig. Alvás közben is. Alvás közben, beszéd közben egy évig csuklasz, tessék. De nem lehet. De mondjuk tételezzük, hogy kibírja a szervezeted. Jó, mennyire vállalnád? Igen. Te mennyire vállalnád ezt? Egy évig csuklasz folyamatosan. Szerintem 1 milliárdér. 1 milliárdér? Annyira tudtam, hogy ezt fogom mondani, most ez sok vagy kevés szerint? Nagyon sok. Sok? Igen. Miért 500 millió csukla rá egész évben? Nem, már nagyon fáj. Na, azért mondom, hogy idő után rettenetesen fog fájni. Nem tudok beszélni. Rettenetesen fáj. Vágj már hátba, vagy csinálj már valamit. De hogy emberesen. Szóval azt megijeszt, figyelj, Zsül megijeszt. Wow. Hát ettől nem fog elmulani a csuklásom. Mutatjuk, bocsánat, tényleg csuklom. Mutatjuk, hogy mi a beugró hármas ugrása, figyeljetek. Jaj. Meg lehetett ebből is menni valamit? Meg. Igen? Egyet. Mutatjuk. Én egyet is nekem. Kettőt. Kettő simán megvan. Jó. Csörögessük meg a Ferit, hogy hány kilométerre van a céltól?
De drága vagy, hoztál nekem vizet, köszönöm. Fogjam be az orrom. Így van. És úgy igyam meg. Miért szivat mindenki? Fog be az orrod, így meg is próbáld a füleden ki. Aha, igen. Igen? Így van. És most a felesleges levegőt nyom ki alul. Előírás, hogy meleg vizet kell inni, Juli? Ja, picit langyos. Jó. Meleg, kép, finoman, 70 fokos vizet hoztál nekem, de nem baj. Ez jött a csapból. Jó, nincs ez, drága vagy, köszönöm. Hú, na megijedtél, Bali? Üdvös. Hívjuk Ferit, jó, hogy hol tart, kell meg egy kis idő, vagy 9 óra után tudjuk kapcsolni, mert hogy elvileg a GPS-e mit írt, hogy 9 órakor van érkezés. Igen, igen, ugye? Azt mondta, így van. Na, gyorsan akkor felhívjuk, hogy hol tart, kapott-e defektet, leérte az autóval, minden rendben van-e, reméljük, hogy nem, és akkor 9 óra után pedig, ha minden igaz, kapcsoljuk a családot. Szopokas kockacukrot, azt írja. Az segít? Nem, csak elromlik tőle a fogad. Ja. Haló? Nem sikerült megugrani. Hívjuk még egyszer. Jó? Addig írjátok meg, hogy mit hallottunk, mi volt ez az dalcím és előadó. Mi van, nem ér oda? Akkor föl kell írni nekünk a családot. Akkor adjuk a francba az egészet. Hát akkor adjuk a fenébe. Tehát mi van, nem ér oda? Ne, oda fog érni. Én nem aggódom miatta. Odaér? Elmúlt a csuklás? De, egyébként tényleg, Júli nem mondott hülyeséget. Mert közben eszembe jutott, hogy nézd be Laci gatyáján. Akkor csuklanék igazán. Azt mondja, wow! Na, mindjárt adásba tesszük a Ferit. Kicsit hétfő van. Na, kicsit, nem veszi kicsit föl. Nagyon. Hát akkor add a csöngés. Elaludt. Add a csöngés. Vissza. Lehet, hogy fél átval az M3-ason. Leírt a úrka. Várj, meg kell megint följönni. Add be csörgést. Gyerekek, megvan a Feri, vagy eltűnt? Mi van most? Igen. Már hívom én is. Miért van itt ilyen patogatott kukorica illat? Ásított a zsűr. Ja. Na, várj. Ember, hát adásba volt az. Tessék? Te vagy a... Adásba voltam, be voltam adva, ahol egy hallgatóval beszélgettem, aki hívott bennünket, a Juliben összekapcsolt engem meg a hallgatót, aztán amikor szólította, hogy miért nem lehet engem elérni, akkor én benn voltam a adásban, és üvöltöttem, hogy itt vagyok, itt vagyok. Ja, most a lehető legprimitívebb módon hívtalak föl, mert kihangosítottalak, és a telefont oda tartottam a mikrofonhoz. Ez maga a cica vízió. Tehát ez most, ez a lehető legdurvább, ami történhet. Tehát mint egy ilyen helyi rádió úgy nyomjuk, vagy még annál is durvább. Na mi van, mennyit ír még a GPS? Kérlek szépen 7 kilométer. Úgyhogy ahogy ígértem, 9-re vagyok. Jó, úgy kellene akkor... Mondjad? Mit csinál? Hogy eljöttem a Prügyi Duó mellett, viszont csak egy jó ír. Na, adja Isten. De mi, láttad a turnébuszukat? Vagy hogy érted, hogy eljöttél a Prügyi Duó mellett? Vagy ahol laknak? Prügy mellett. Így, ahol laknak. Ja, jó, oké. Okay. Na figyelj, akkor úgy kéne csinálni, Feri, hogy amikor megérkezel, akkor ne egyből a ház előtt állj meg, hanem egy kicsit korábban, és akkor már közvetítsd azt, hogy sétálsz, ahogy útba igazítanak, ott van egy helyes néni, találkozol a postással, tehát onnantól kezdve mindent tudni akarunk. Jó? De ebben a sorrendben, jó? Helyes néni, postás becsöngetés. Ahogy hívtok, akkor onnantól kezdve elindul a keresés. Ja. Mondjuk nem hiszem el, hogy jobban szólsz így, hogy Balázs oda tartja a mikrofonhoz a telefonját, mint amikor be vagy adva adásba. Ezt... Semmit nem hallok. Ne, azt mondta, igen, mert téged most nem hall, mert hogy atmoszférában vagy itt nekem. Azt mondta a Jani, hogy így jobban szólsz egyébként, mint amikor be vagy adva adásba, úgyhogy a telefonomba beszélek. Jó. Na, jó. Jól van. Akkor hívunk 9 után, parkolj le. Jó? Oké, cső, hello. Igen, ugye téged most nem hall, mert hogy igen. Csak atmoszférában hallott engem. Hát is. Igen. De tényleg jól szólt. Na jó, hívjuk akkor fel itt nem sokára, reméljük nagy lesz az öröm. Én most komolyan mondom, kíváncsi vagyok, hogy otthon vannak-e, hogy mit nagyon szólnak. Izgalmas, nem? Nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas a dolog. Meg hát most nagyon-nagyon sokan reménykednek tényleg, hogy ők lesznek a kiválasztottak. Most azért lehet tudni nagyjából, hogy merre megy Feri. Igen, ezzel talán nem tartunk mindenkit hintába. Ahogy ugye hozzájuk csönget majd, legalábbis egy ország részt már kipipáltuk. A prügyiek most sajnos csalódottak. Igen. 7 perc van pontosan, 9 óra, ha van friss közlekedés, híretek, küldjetek el. Jó, mi pedig kapcsoljuk Ferit, és jövünk az autó átadással, Ákos híreit. És most, Klassz FM hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel.
Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, Feri nélkül. Ja. Mert hogy ma van az autó átadása. És most sofőrszolgálatostól. Feri nagyon drága volt, bevállalta ezt, hogy ő elindul hajnalba, vezet, levezet, visszavezet. Én elkezdtem elsőnek. Igen, érthető okóból aztán kipipáltunk. Úgyhogy Feri maradt, mert hogy én forgatok. És nagyon-nagyon rendesen ezt ő bevállalta. Úgyhogy nem sokára rátör a nyertese, és hallhatjátok, hogy kikapja az autót, miért gondoltuk úgy, hogy talán szüksége lehet rá, bár tényleg minden levélíró és mindenki megérdemelte volna, aki írt nekünk. Nagyon sok nagyon szomorú hangvételű levelet kaptunk, hát bárcsak tudnánk mindenkinek segíteni. Egyet választani kellett, úgyhogy kiválasztottunk valakit. Az M1-esen a 140-es kavicsán a felüljáróról mérik a Pest felé haladókat, ezt Roland küldte nekünk. Aztán Szolnokon a Városmely úton mérik a MÁV kórház felől érkezőket. Zsolt küldte, M3-as, 93-as, 92-es kilométer Budapest felé most vették ki a fő fotóállványt. Igen, a fotóállványt a művészek, portréképek készülnek hamarosan. Ívet, köszi, hogy elküldted. Kőbányán a Jászberényi út, Kozma utca utcától áll, nem tudom, hogy miért, Zsolti kérdezi, és két őzik elegel az M3-ason az Árokparton gyerekháza irányába. Hát eléggé flamósan. Hát nyilván ezt beolvasom, nem tudom, hogy ez... Hat óra magasságában is látom, már. Fél négykor jött tegnap. Hát nézd, lehet, hogy valami jövet találtak. Ami nagyon ízlik neki. Rövid a fű, nagyon éhesek. Így van. Na! Szuper a zenei kínálat, írja egy hallgató. Igen. És a miénk? Nem, tényleg jó, egyébként tök jó, most változatos, nagyon jó zenénk. Nagyon... Változatos, egyébként ez kifejezetten nagyon-nagyon jó zenénk vannak. Na, hívjuk Ferit akkor, jó? Hívjuk föl, tegyük adásba, és akkor nézzük meg, hogy hova megy, kihez megy. Kíváncsi vagyok, hogy otthon van-e, be tud-e csöngeti, megtalálja-e, nagy lesz-e az öröm. Mindjárt kiderül. Semmit nem sejt, még a nyertes. Ez a legjobb az egészben. Halló! Jó reggel, szevasztok! Hello! Megérkeztem. Ott vagy? Hát a falu határában vagyok, vagy a település határában, és akkor úgy gondoltam, hogy menjünk szépen végig, érjünk oda. Hát, ha még izgatott a család, mert bár az útirányt elárultuk, ugye közel 2000 SMS, illetve e-mail érkezett, és hát azt el kell mondjuk, hogy a nagyobb része az ország ezen feléből jött, úgyhogy itt még van izgulni való. Az biztos, hogy nem sokat segít, hogy gyönyörű dombok vannak körülöttem, viszont semmit nem látok belőle, mert akkora a köd, de azért sikerült ide érni, mert Aladának még ködlápája is van. Ne, azt a mindenségit. Adat kaptunk, komolyan. Azt képzeld. És való leparkoltál és mész gyalog, vagy mi történik? Nem megyek gyalog, most gurulok be a településre, itt szépen a temető mellett vagyok, ugye a falu szélén itt mindig az van, minden rendes helyen, és hát itt egy kedves úriember sétálgat, azt mondja, hogy igen, itt egy család tolja a biciklit, egy kis településen vagyok, ennyit elárulhatok, és a település szélén van egy jó információs tábla, hogy egy csomó látnivaló is van. Egy geredés hölgyet látok, egy kerékpáros hölgyet. Akart egy kicsit betégessek velük? Igazítsanak útba. Hova megy a gerebjével, drágám? A hivatalba? Csak megkérdeztem, gondoltam, barátkozunk egyet. És miért a hivatalba? Mit kell csinálni a gerebjével? Várjanak, lejjebb állok, mert itt közben egy terepjáró van. Bocsánat, uram, elnézést, jó napot kívánok, jó, őt akart megverni. Jöjjön már ide a gerebjével, drága. És mit kell csinálni a hivatalban? Maga lesz a polgármester? Nem, azt mondja, nem. Én ők a Rákóczi Feri a klasszefemből. Igen, a lánya. Magának milyen jó dolga van, egy férfi áll három nővel. Így járnak együtt, mint? Vannak többen. Ja, hat nő van, három. Jó van, köszönöm szépen, vigyázzanak magukra. Csókolom. Na, hát egy kis életkép után. Kis életkép, mi szerettük, jó ez. Ő meg a válaszaidból ki tudtuk találni, hogy mit mondott a hölgy. Igen, de helyes volt. Megy a gerebjébe a hivatal. Igen, a gerebjével a hivatal. Nem jött még időre a segély, aljön, hogy a polgármester. Nem, szerintem közmunka van, tehát ők úgy kapnak segélyt szerintem, hogy közmunkások, de aranyosak voltak. Vendégház van, egyébként Tündér a kis falu, itt tényleg meghúzódik, a dombságot már nem is mondom, mert akkor meg egészen egyértelmű lesz. Zalai. Ahogy nyilvánvaló, hiszen kellett. Állítólag lenni kell itt nekünk valami labás kontaktnak, az igaz a hír.
hogy ott várt titeket valaki? Igen, 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 de nincs az se baj. Jaj, de szép házikók vannak. Takaros rendes népek laknak erre felé az egészen. Biztos, hogy minden pont. Takaros rendes? Van. Igen, ezt így mondják felénk vidéken. Takaros rendes ház. Én ezt akartam mondani, hogy már csak azt keresem, azt a táblát, de azt még senki nem kapta meg. Itt most már csendesebb a vidék, mert egészen a falu szélére kell kimennem. Utcanevet még mindig nem mondok, mert akkor legalább érjek oda, és utána örüljenek nagyon annak, hogy én itt vagyok. Itt egy kis patakocskán kellett átmenni. Csendes a vidék, úgyhogy egy igazi vadász. Jó napot kívánok! Ne haragudjon, hogy megzavarom. Van vad? Nem sok? Hát hol vannak ilyenkor? Nagyon ilyen. Farkas van? Várjatok, azt mondta az úriember. Nem tud közelebb hozni egy kicsit, hogy halljuk a hangját? De már megoldom. A helyi vadászhoz van szerencsét? Várjon egy kicsit. Köszönöm, de vagyunk bejelentkezésen a rádió állomáson. Mondja el még egyszer, hogy mi van a farkassal? Hát van farkas, az emberben. Kivécske. És itt a faluba is járkál? Hát a faluba nem jön be, de a falu körül, mert télen lesz. És ha elzavart a vaddinókat? Meg letakarítottam. De magára nincs is puskája. Hát hogy riasztja el a farkas? Most mezőr vagyok. És ja, most két állás. Mezőr és vadár. És a farkast lőtt már? Nem. De miért nem szabad? Védett. Védett a farkas? De akkor is, ha megeszi a vaddisznót? Akkor is. Hát ez nem jó hír. Jó felé megyek, hogyha egy olyan utcát keresek, ami ennek a Kossuthnak a végén van? Hát ennek a utca itt megyek. Itt, ha végig megyek, az jó lesz neki. Jó van. Jó. És látott valamit a társcsővel? Milyen vad volt? Most reggel nem láttam, de őzett szarvasra szoktam meg. Ő szarvas van, ki vagytok hangosítva, tehát hallják a kérdéseket. Erőt, egészséget! Tisztetem. Jó lövést, tiszta célt. Jó lövést, tiszta célt. Feri, azt mondják, hogy mindenképpen menj be a kocsmába, az nagy mulatság. Tehát, hogy... Menjünk, de akkor hol a kocsmába? Az visszamegy, és akkor a főutcán megy felfele. Na jó, akkor majd legközelebb mindegy, most már vissza nem menjünk. Köszönöm a beszámolót. És fejből mondtam volna a GPS koordinátákat. Köszönöm. Viszlát, vigyázzon magára. Az óriási lett volna, bemész a kocsmába. Csak az még arrébb van, de ha akarjátok, kerülök egyet. Nem, most már nem menj vissza, mert ez hosszabb történet lenne. De nagyon jók ezek a kis helyzet, a pillanatképek, hangulatképek, nagyon szeretjük. Nagyon aranyos volt a vadász úr, egy óriás társcső, egy szovjet gyártmányú, tehát ő a Ladához öltözött. Ezt annak idején a KGST piacon lehetett venni, ezt a nagy fekete, a Jani biztos, hogy emlékszik rá, ilyen rücskösre van csinálva a külső anyaga, mintha bőrborítású lenne, de fényből van az egész, tehát lefagy a kezed, hogyha ezt megfogod. Ezt lehetett kapni régen a KGST piacon, olyan volt a nyakába, és mondta, hogy most ő mezőr, tehát itt nincs puska, nem lehet puskázni, viszont a farkasok azok itt vannak. Kicsit ugye a gyulai kapcsolatunkra emlékeztetett, nem? Igen. A gyulai vadász bácsira. Hogy látszik, ez egy archetipus. Közben mit csinálsz? Sétálsz? Vagy visszaütél az autóba? Én visszaültem, mert egy kicsit közben, tehát ha gyalog megyek oda, akkor nem biztos, hogy örülnek. Ne, menjél, érkezz meg a címre, abszolút, csak hogy csöngessünk. Akkor az van, hogy én ott vagyok abban a bizonyos utcában, amit keresünk, most már csak meg kell keressem a számot. Teljesen a falu szélén vagyok, és hát eléggé jó, hogy kemény orosz futóművön ülök, mert ide kell lenni fog, nagyon komoly a... Vigyázz, harag! Meg fog kergetni! Kutya van, jó napot kívánok, csokola! Várjatok, nem egy kutya van, csak kutya van! Igen, megyek tovább, hanyag számot keres. Ez nagyon jó. Ezek a kis szociográfikus riportok nekem nagyon tetszett. Nagyon jó egyébként. Hát, ezek azt kértétek, hogy írjam. De jó, tök jó. A diófákon már alig van termés, itt van egy eladóház, ha érdekel benneteket. Telefonszámot már tudok mondani, és még egy kicsit bejebb kell menni, mert még a 39-nél vagyok. Nagyon jó. Tessék írni a számokat! Neki a baj, mert torkol lőle. Igen. Éjszakás voltam, aludnék. Jó napot. Városi köcsög megriasztod a kakas. Hogy élsz te ott vidéken? Hogy élsz? Óriási. Ott eszel. Jó napot kívánok. Ez se az. Hol a... Mi a szám, azt tudjuk? Én tudom, csak nem akarom bemondani, mert akkor... Jó. Na, meg lesz. De jó felé mész? Tehát arra felé vagy? Itt vagyok a ház előtt, gyereke. Nagyon jó. Na, ott vagy? Itt kapubeálló is van. Na. Tudálj, mi legyen? Hogy szólj ez? Kutya már, tudáljak? Tudálj be, hallj a dudát. Mász be a kerítés. Várjál.
Mászba a kerítés. Persze, hogy ütemre tud el. Mit csinált? Mit történik? Itt vagyunk! Ott jött. Nagyon szépen köszönjük szépen, nagyon szépen. Édesem. Köszönöm az életünkre. Szépen köszönöm, Feri bácsi. Nagyon szépen köszönöm. Itt vagy, Feri? Én itt vagyok, de hát... Halljuk. Nem is nagyon kellett mit mondani, hogy halljuk. Nem. Mondani gyerekek, hogy megyünk a nyakamon, és megy a kettensíró. Jól vagyunk. Hogy beszéltek, hogy a nagyobb is jövök, kivettük az iskolába, mert nem tudjuk meoldani az állomást. Miért nem tudtam a fiamat iskolába, mert egy gyerekünk. Judit, hall minket, Feri? Itt vagyunk, Judit, hello, jó reggel! Gyerbe! Itt vagyok, most már Judit, most már kapok levegőt, mert Judit gyakorlatilag elszívított engem. Itt vagyunk, Judit, te vagy a nyertes, igen. Na, jó szépen, köszönjük! Próbálj megszólaltatni valahogy Juditot. Hello, Judit, hallasz minket? Szia! Jó napot, jó! Tegeződjünk nyugodtan. Hello, Judit, jó reggel, ciao. Jó reggel, jó reggel. Hello. Na, várjatok egy picit, mert megérkezett Judit párja, és most már őt öleli. Hát gyakorlatilag Judit, ahogy én azt sejtettem, annyira komolyan illetődött meg, hogy egyelőre egy szót se bír szólni. Judit párja itt van velünk. Ti a te keresztemet legalább van. László. László is figyelek, gyerekek, meg én is. Mindenki bőg. Hármas sírunk a faluban. Judit, drágám, majd megint én következem az ölelésben. Gyere, próbálj megbeszélni a srácok, a hallod őket. Itt vagyok, Judit, na itt vagyunk, hello, Jani Balázs, szia, ciao, morning show. Hello, na örülünk, hát halljuk, hogy örülsz, nem is kell igazából nagyon mit mondani. Ott van az a gyönyörű szép autó, nem tudom, ti most a kertbe vagytok, vagy már benne a lakásban. Nem, itt vagyunk az udvaron. Ott vagy, hát akkor vess rá egy pillantást, mert hogy ezt az autót hozta neked, vagy nektek, Ferenc, és az egész családnak. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen, szia, Feri. Hát igen. Itt a szomszéd is, a Drusám, nyugodjatok meg egy picit, nyugodjatok meg. Mindjárt bemegyek, ne menjünk, itt biztos, hogy van téren. Nézzétek meg azt az autót. Nézze, üljetek már be, gyerekek, hát nektek hosszú. Egy percre üljél be, ez most már tiétek, gyertek. Gyerünk. Gyere, Ferikém, szevasz. Feri a párja? Feri a párja? Nem, én a szomszéd vagyok. A szomszéd, hello, Feri, jó reggel, ciao. Megérdemlik, hogy gondolom. Nagyon megérdemlik, én azt mondom. Nagyon jó helyre került ez az autó, hidd el nekem. Nagyon örülök neki. Itt van Judit párja, de egyelőre ő se tudom, hogy tud-e szólni. László, igen, László. László, hello, jó reggelt, szia! Hello, Balázs, szia! Ciao, hello, jó reggelt, na, örülünk. Judit beült az autóban közben? Az autóban? Még nem, még a szomszédok. Még a még kijöttek a szomszédok is. Persze. Na jó van, figyelj, László, segíts nekünk egy picit, csak hogy mondjuk el az élethelyzeteteket, mert én azt érzem és azt látom, hogy Judit most nincs abban az állapotban, hogy megszólaljon, de ez jó, örüljön, örülje ki magát, majd ha tud beszélni, akkor őt is megszólaltatjuk. Ugye, csak hogy a helyzetetekről mondjál nekünk két vonatot, hogy értsük mi is, és értsék a hallgatók is, hogy miért benneteket választottunk. Van két gyermek, ugye? Van két gyermek, igen, két fiú gyermek. A nagyobbik ugye iskolába jár, ő 17 éves múlt. A kisebbik, ő oxigénhiányjal és agyvérzéssel született. Na most ebből kifolyólag ugye se járni, se beszélni nem tud. Aztán még párosul hozzá egy epilepszia, egy agyepilepszia, és ugye iskolába hordjuk, a speciális iskolába, sátrajú helyre. Ami tőletek egy körülbelül egy 30-40 kilométer, ahova ugye el kell vinni minden nap. 40 kilométer, így van minden nap. Ma nem mentünk ugye, mert nincs kocsi, nem tudtuk vinni a gyereket.
Úgyhogy most teljesen meg voltunk fogva ma. A nagyobbik fiút is hajnalba vinnem kell az állomásra, ugye a vonathoz. Egyszerűen nem tudtuk megoldani. Már azon gondolkodtuk, hogy kivesszük az iskolából, mert egyszerűen nem tudjuk mivel hordani. Jól tudom, hogy rokonoktól, szomszédoktól ilyen egyszer-egyszer ilyen kölcsön autóval tudtátok elvinni? Így van. A sógromtól, barátoktól, szomszédoktól, akitől tudott az ember, mindenkitől kéregetett autót. Aztán úgy oldattuk meg a dolgokat. Na, hát akkor ennek tulajdonképpen most vége, mert hogy... Hát, nagyon szépen köszönjük Balázs neked is, mindenkinek, aki részt vett ebben, mindenkinek, és legjobban a felajánló cégnek. Hát hogy ne, ők tettek a legtöbbet, mi csak azt mondtuk, hogy de jó lenne hallani valami ilyesmit, amikor kitaláltuk ezt, nagyjából erre gondoltunk. Kellett hozzá egy nagyon jó partner, és olyan személyben találtuk meg. És az itt áldjon meg benneteket, mindenkit, aki ebben részt vett. Ne viccelj, és ha majd meghalljátok még, hogy milyen csomagot kaptok az autó mellé, majd a Feri ott elsorolja nektek, mert ugye van maga a Lada, és hát itt a teljesen igénye nélkül üzemanyaggártyától kezdve, egyéves kaszkóbiztosításon keresztül, motorolaj, szerviz, ülés, ha kell, az autót átalakítják, ha nektek egy speciális olyan kell, hogy még átalakítsák az autót. Hát persze, csak mondom, hogy szóval nagyon-nagyon nagy a csomag még. Nagyon nagy a csomag, amit kaptok a Lada mellé. És hát a Ladának természetesen nyilván, mert hogy ők zseniálisak voltak. Közben várjál, mert itt újabb szomszéd Gyuszko érkezett meg. Jaj, a sógor, gyere sógor! Megjött a sógor? Itt van Gyuszko, merre mész Gyuszikám, te vagy? Haza, mi honnan jött? Munkahelyről. Ilyenkor este dolgozol? Mit csinálsz? Közműszál vagyok. Nagyon helyes. Hát Gyuszkókám, akkor menjél pihenni. Az van, hogy ezután, ha elrősz a sógorodék felé, akkor ez a gyönyörű Lada itt fog állni. Örülök nekünk. Megérdemlik, ugye? Persze, a gyerek véget. Így van, a gyerek véget, és akkor most már mehet a dolog. Gyuszikám, jó pihenés neked. Be akarsz ülni? Na, kipróbáljuk. Később, jó, mert az van, hogy várjátok, a család még bele se ült, ugye? Lati, legalább te, mert a feleséged bement, ugye, Judit? Judit bement? Igen, megyek mindjárt utána, csak mondom már, legalább nézzük már meg ezt az autót. Itt elején van egy karocska, azt mondja a Laci, hogy jó hosszú lábon van, hát igen, rám volt szabva. Hát kérlek szépen, ez egy vadonatúj Lada, hogy tetszik? Nagyon szép, nagyon gyönyörű, és egyszerűen nem is tudok már mit mondani erre, mert ilyen talán egyszer az életben van, ez tényleg csodával határos ez az egész. Érsírni a férfiaknak is, Laci, hidd el. Persze, nincs azzal baj. Én szerintem nincs olyan, akit ez a történet ne hatna meg. Jó, hát nagyon gratulálunk mindenkinek. Ha még majd tudod esetleg, Juditot, mi játszunk egyet, és akkor utána megnyugodott, egy picit tegyük le, és akkor majd egy mondatra felé még visszahívnánk majd Judittal, csak egy mondatot szeretnék még úgy, hogy nem zokog, mert hogy megértjük meg, nagyon helyes. Nagyon boldog. Persze, csak hogy még egy mondatra jöjjön nekünk vissza, nyilván őt is mindenki szívesen hallaná, hogy akkor vele tudjunk beszélni, de hát akkor mi is örülünk, és hát reméljük, hogy ezzel tudtunk egy picit segíteni. Hallom, egy kutya is megérkezett közben? Igen, itt a kettő is van. Hátul kérlek szépen, itt fogvágás folyik. Készülnek a téli időszakra. Azt nem tudom, tudod, egy rövid kerülő, hogy annak idején Budasanyi, amikor reklámarc lett egy bizonyos mosószernél, azt ő úgy nyerte meg, hogy egy kutyával készített interjút. Na mindegy, csak mondtam, hogy kézzel. Úgy választották ki a castingot? Úgy választottam. Az volt, hogy kilökték az utcára az összes jelöltet, csináljál valamit interjút, és Sanyi ezzel nyerte meg. Na, ez csak egy kis kitérő volt. Egyébként Takaros rendes háznál vagyok, mindjárt bemegyek majd, mert egyrészt szeretném, ugye, hogyha ha egy kicsit látnánk legalább a gyermeket is, akinek ez a legfontosabb lesz, meg Juditot előkerítjük. Figyeljetek, én ilyet nem tudom, 46 éves vagyok, soha életemben ilyen élményben nem volt részem. Hát ez kemény volt. Tényleg én is írtam. Egyszerűen remegett, Judit remegett, és ölelt, és úgy szorított, hogy otthon, ha a felét kapnám, örülnék. Na minden. Reméljük, hogy hallottak otthon is. Itt van Judit, és itt van a fiú is, aki ugye itt a kerekesszékben ül, de szerintem ő is tudja, hogy itt nagy a boldogság, Judit, ugye? Igen, tudja szerintem. Jövésem. Halljátok egymást, nyugodtan tudsz kérdezni. Judit, itt vagy, hello! Itt vagyok, Nem nyúzunk már sokáig, jó? Örüljél nyugodtan, csak még egy mondatra szerettük volna hallani a hangodat, mert ismerjük a helyzeteteket, beszéltünk ugye a pároddal, és elmondta, hogy ez, hát nektek ez egy óriási segítség, úgyhogy akkor csak annyit mondanék még így végre, hogy nyugodj meg,
most már az autó marad, és akkor egy picit könnyebb lesz. Nyilván nagyon nehéz a ti életetek, és ezt mi is látjuk és átérezzük, de talán ezzel egy picit meg tudtuk könnyíteni a nehéz mindennapokat. Jó? Azt mondom, hogy igen, mert épp azt beszéltük a párommal reggel, ugye, mert kölcsönkocsival járunk, és már ezt vissza kell adnom. És hogy a kisfiú, a nagyobb kisfiamat kivegyük iskolába, mert ugye állomásra kell, mert innen nem jár busz le az állomásra, ugye, mert hatra kell menni neki a gyakcira, és most, hogy kivegyük, mert másképp nem tudtuk volna megoldani. Na, hát akkor... Akkor néztem ki az ablakon, és... Rajt rám volt írva, és akkor mondom, ez hozzánk írva. Ja, pont kinéztél az ablakon tényleg, mikor Feri megállt? Az ablakon. Igen, Feri messziről indult a település sarkából, végig közvetítette. Igen, de jó volt hallani. Jól van, Judit, puszíjuk az egész családot. Jó. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy igazán hogy meghallgattak, és hogy gondoltak ránk. Én már azt mondtam, hogy mert úgy volt, hogy tegnap hozzák a kocsit, vagy nem tudom, hogy már nem a miénk, mert lehet, hogy még jobban rá van szorul, vagy másik család, mert ugye a másodikuk voltunk. Hát mi még hétvégén is sokat dolgoztunk az ügyön, telefonáltunk, igen, sok mindenkivel kellett egyeztetni. Tegnap egész nap a telefonom néztem. Igen. Csak hát aztán nem telefonálhattunk nyilván előre, hogy a meglepetés meglegyen. Hát, igen. Mondom, ezért nem csörögtünk. Nagyon nagy meglepetés volt, mert megmondom őszintén, hogy most voltam kikelni az ágyból, és hopp. Judit, puszilunk, nyugodj meg, jó? Nagyon jó. Köszönjük. Én köszönöm. Puszi az egész családnak, köszönjük, vigyázzatok magatokra. Feri még elmond minden hasznosat. Jó, ha valami kell, még itt vagyok. Oké, ciao. Szia, Feri. Sziasztok. Hello, köszönjük szépen. Na, hát Judit reakciója szerintem, hogyha nem tudtunk volna semmit erről a családról, nem tudtunk volna semmilyen infót mondani róluk, Judit reakciója, első reakciója, akkor is annyira beszédes volt, hogy mindenki haladta. Igen, nincs kérdés, hogy jó helyre megy, igen. Hát súlyos problémák és olyan gondok, amiket nem is... lehet igazából könnyen megoldani, de hát ha egy kicsit könnyebb lesz. Na jól van, oké. Hát köszönjük még egyszer tényleg a Ladának, gyerekek, egy nagy taps nekik, mert hogy szenzációsak voltak, hogy beszálltak. Nagyon gálásak voltak, így van, bár csak több ilyet tudnánk csinálni, és nem kisebbítve, vagy csökkentve a Lada érdemeit, de minden olyan hallgatónknak, cégtől, multitól, vagy aki a saját zsebéből, a saját cégén keresztül ajánlott fel egy átalakítást, vagy motorolajat, benzinkártyát, mert ilyen is van egyébként, 300 ezeres üzemanyagkártyánk is van hozzá. Mindenkinek köszönjük szépen, GPS járműkövetés, ülés hozzá, biztosítás, tűzoltókészülék, 50 ezer kilométerre motorolaj, még egy üzemanyagkártya, most látom, 50 ezer forintért biztosítás, tehát nagyon komplett. Ők is biztos most hallották ezt a beszélgetést, és ők is megnyugodhattak, hogy egyszerűen tökéletes választás volt Judit és a családja. Éves úthasználati díj, speciális klímafertőtlenítés, tehát igazából tényleg valószínű az első egy év az annyira könnyű lesz, és költségmentes már ez autót illeti, hogy minden elérhetőséget átadunk majd nekik, és semmibe nem kerül. Be kell ülni, és használni kell. Fantasztikus. Úgyhogy jó helyre megy, igen. Na jó van. Oké. Játszunk? Játszunk egyet. Hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Na. Jön már a játékosunk. Csak mindenki annyira rajta volt ezen a sztorin, hogy bocsánat, hogy egyszerűen Anna se telefonált, ezt hallgatta mindenki. Itt, még itt a stábból is volt, aki megkönnyezte. Igen, hát azért ez nagyon megható volt. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, Zsófi vagyok. Hello, Zsófi, jó reggelt, Zsófi, honnan hívtál minket? Jelenleg Budapestről, 4. kerület. Budapest 4. kerület, na jól van. Oké, mi helyesek voltak, hallottad őket? Jaj, nagyon, még én is megkönnyeztem, gyerkőccel vagyunk itthon, aztán itt üldögéltünk a nappaliba és hallgattunk benneteket, nagyon, tényleg nagyon jó helyre ment az autó. Jó, azt gondoljuk, igen, hát mindenhova jó helyre ment volna, de igen, itt is nagyon jó helyen lesz. Na figyelj, hogy otthon vagytok, a gyereke beteg, vagy pici még? Ne, picurka még most volt 1 éves. Most volt 1 éves. Még picurka, igen, még itthon vagyunk. Na jó, így szól az első kérdés, melyik hazai popformáció első album az Elnöki ügy? Popformáció, nagyon híresek. Nagyon népszerűek. Az elmúlt 10 év egyik legizgalmasabb dolga, ami a popszakmában történt, vagy legizgalmasabb történése, ami... Húha, hát ezzel lehet, hogy megfogtok, mert bevallom őszintén, hogy hallgatlak benneteket minden reggel, de így ilyesmiben nem igazán. Mert pedig rommán játszottuk őket is. Komolyan? Igen. Igen. Az egyik tagot rengetegszer lehet látni egy olyan bizbosapkában, aminek ez a felirata.
Na, ennél többet már nem segíthetünk. Óha, hát ez lehet, hogy bukni fogom. Mekkora a gyermek? Egy éves? Nem tud segíteni sajnos. Nem, akkor ő még nem tudja mondani, igen. Nem, vagy lehet, hogy azt próbálja mondani, csak nem értem, mert hogy szeretem. Egyébként simán lehet, igen, segíteni. Segíteni fog, igen. Hú, hát nem tudom sajnos, de nagyon érdekes. Figyelj, ez a Well Hello. Jaj, komolyan. Apuved meg, meg a rakpart. Jaj, nem, a... már hogy ennyire béna volt. Balatoni nyár. Balatoni nyár, igen. Talán az nem kellett volna hozzányúlni. Anna, annyi oldalú kicsit. Mindenek is a sikerület, igen. Szóval, Well Hello. Na, hát akkor ma reggel is tanultam valamit. Azért nagyon örülök, hogy játszhattunk. Hát a fluor rendszeresen egy ilyen felirított sapkában szokott nyomulni. Igen, így már, így igen, de tényleg ebben jelen, vagy most nem annyira, tehát a jelenlegi pop kultúrával, vagy a mostani kortárs, nem is tudom, hogy kell őket hívni, nem igazán vagyok otthon, tehát nem. Hát nem a repülőkoncert most mindent elhomályosít lehet, ugye? Igen, hát az igen, a mi generáció. Hát igen, a Halász Judit meg a Grédusz Vilmos vonalon mozgok jelenleg. Bogyó és Babóca, Alma zenekar, csodálatos. Tom-tom és barátai, vagy mi az a fos? Ja, bocsánat, nem lennek. Puszi, köszönjük. Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok. De nem ezt kell nyomni, ezt kell nyomni. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Tom Peti és barátai. Én minden bűnövet bevallom, mikor a bűnbiki berakja. Mondom, én bármit bevallok neked. Amit nem követtem el, azt is csak egy vett ki. De a gyerek rá van kattamva. Valamiért szereti. Ultrafos. Miért a telet, amikat érti valaki? Na de abban legalább van valamiféle minimális kreativitás. Nem tudom. Bármi. Gyere, Tabi. Mond. Ahó. 9:50, pontosan 5 perccel. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai van. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Hát nagyon helyes SMS-eket kapunk egyébként. Nagyon-nagyon helyesek a hallgatóim. Most sokat nyertünk, a lelkünk feltöltődött, még most is folyik a könnyem. Rájöttem, ez én probléma eltörpül az igazán nagy problémákhoz. Egyébként írt egy másik hallgató, igen. Hát ez minden relatív egyébként, ilyenkor az ember rájön tényleg, hogy ami természetesnek veszel, meg amiről azt gondolod, hogy az jár, azért az mégsem úgy van, nem? Akár csak a gyerek egészségét nézzük. Átértékelődnek a dolgok. Nagyon átértékelődik minden, igen. Én egy kopasz nagy darab, nem túl szimpatikus férfi vagyok. Érte nekünk egy hallgató, itt bőgök az autóban. Megértek, én ugyanez végig csak kicsiben. 180 centi, 130 kiló kopasz terautósofőr vagyok, bőgök én is a terautóban. Hatalmas pacsi mindenkinek. Itt sírok a fúrógép mellett, csak a főnököm meg ne lássa, mert hazaküld, érte nekünk el, jaj, hát nagyon helyes SMS-ek jönnek, igen. Na jól van, hát jó helyre ment, igen, sajnáljuk a többi jelentkezőt, de hát nem tudtunk mindenkinek autót adni, de azt gondoljuk, hogy ők azért egy picit igazságtalan, de ugyanakkor azért csodálatos dolog ez, de szerintem akik hallották és szintén rászorulók voltak azok, akik azt gondolom, hogy megnyugodhattak olyan tekintetben, hogy hallották ők is, hogy egy nagyon-nagyon jó helyre került az autó, olyan helyre, ahol ténylegesen rászorulnak, és hogy megkérdőjelezhetetlen, hogy nekik szükségük volt erre az autóra. 16 évvel ezelőtt született, ugye, és hát azóta se járni, se beszélni nem tud a fiú, tehát ugye elképesztő, hogy az ember mit él át egyébként, és hogy mennyire átértékeli a saját problémáit. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel, jó? Egy elképesztő e-mailt kaptunk, ami arról árulkodott, hogy hétvégén Kőbányán malacot vágtak. Hallgatóink elküldték nekünk, mert hogy lefotózta valaki, hogy a lépcsőházba kitették, hogy disznóvágás lesz most hétvégén. Elnézést kérnek a zajért, egy panellakásnak a tetején. Illetve pontosabban hát a 10 emeletes háznak a tetején lesz a disznóvágás. És nagyon helyesen leírták, hogy picit panggal jár majd, de aki szeretne sültvért enni, nyugodtan. Szeretettel várják a tetőt. Erről beszélgettünk, és megkérdeztük hallgatóinkat, hogy mi volt a legbizarabb dolog, amit panellakásban, társasházban, családjázban láttak állatfronton, vagyis azt kellett nekünk elküldeni, hogy ki milyen állatot látott már nőni, vagy szomszédáltal nevelgetni különböző panelházakban, lakásokban. Helyes SMS-eket kaptunk, tehérről, birkáról, kakasról. Így van, és kiderült, hogy nincs már olyan, hogy vidék, nincs már olyan, hogy város, mindenhol ugyanúgy tartanak állatok. Igen, az Erkélyen. Igen, 30-asával. Hát van, ahol kint az Erkélyen a birkát, a 7-e. Szóval erről volt szó, valamint egy picit nosztalgiáztunk,
arról, hogy milyen volt, ugye mert hogy ma azért az egész napunk a Ladáról szólt, milyen volt a mi régi autónk, és miért szerettük. És valahogy az embernek akkor annyi jutott, nem több, de mégis megbecsülte azt, ami van, és nagyon boldog volt. Egy Ladában, egy Skodában, egy Kispolszkiban, egy Zsiguliban. Néha egy Zastavában eredeti Fiat motorral, semperit gumikkal újra futózva. Erről beszélgettünk, mert erről jó beszélni, mindenkiben nosztalgikus élmények támadtak, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 8 perc van, pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Szia. Jó reggelt! Hát ez valami hihetetlen volt. Hát ez nagyon jól sikerült, igen. Ha lehet ilyet mondani, nyilván, hát persze, persze, nagyon jó volt hallani, hogy így örülnek, és akkor örömet okoztunk. Hát Ferit imádom, hogy lefesti, mondod, hogy hol van. Ő nagyon jó ebben. Csak nem derült ki, hogy hol van. Az direkt van, hogy nem mondta el, hogy ő melyik faluban, melyik városban jár? Igen, tulajdonképpen direkt nem akartuk a nyertes engedélye nélkül rájuk szabadítani a fél falut, fél várost, mindent. Majd ők akarják, elmondják, de nem akartuk, hogy egy óra múlva ők már ott kisebb látványosság legyenek. Nyilván ott mindenki fölismeri őket, meg tudja, hogy kiről van szó, de egy-két nap alatt körbe megy, meg kis település, csak mi nem akartuk úgy, hogy most már mit tudom, 600-an álljanak a kerítés előtt, ezért így nem nagyon mondtuk el, de hát aki arra lakik, az úgyis felismeri. És hogy jön vissza, Feri, kicsit aggódj, vagy? Nem, most még ezt megbeszéltük, most még a Ladával jön vissza. Bejáratja. Bejár egy kicsit lepardlózza. De akkor nem kóstolja meg a szomszédnak a pálinkáját most. Nem, szerintem az most kimarad, és aztán valamikor a hét második felében a család meg is kapja az autót, akkor már a Lada. Hmm. Küldöttsége leszállítja nekik, mi elküldjük nekik az összes elérhetőséget, amit ugye küldtünk, kaptunk mi, mint csomag. Igen. És aztán hát majd utána összekötünk mindenkit mindenkivel, hogy ne csak az autó legyen meg, hanem még a körítés is mellé. Csoda. Igen, nagyon jó volt, jó helyre ment. Na, hívjuk gyorsan a naphallgatóját, aztán Csabi jön. Azért ez a disznóülés a 10. a panállal. Ki vagyok ezen a napján? Egyszer, ez jó lenne egy ilyenre is önben. Bár mi is szervezünk most egyet, ez a következő projekt. Bizony, tényleg. Na jó, hát nem. De. Halló. Morning Show vagyunk, szia! Írtál nekünk SMS, Balázs, hello! Szia, Lajos! Lajos, hello! Te mószeroltad be a Ferit, hogy a Feri nem dolgozik, az M3-ason egy benzinkúton reggelizik. Így van, tudtam, hogy úton van, csak azért, hogy nem dolgozik, hanem az M3-ason ott a kolbászol. Mindig meg... Ott kolbászol, igen. Figyelj, nekünk sok szemünk és fülünk van, úgyhogy ezen fülek és szemek közül most egyet megajándékozunk téged. Te lettél a naphallgatója, de nem mondtad. Külön ajándék van? Szerintem biztos van. Remélem, hogy van. Valamit kapsz. Bátám, egy céges telefonon hívnak, azért nem mondtam, szóval... Bátornak kell lennie, akkor be kell durrantani. Maximum mellé megy. Igen. Na, Lajoskám, hát ajándékcsomagot nem tudunk adni, de köszi, hogy jelentettél. Nincs mit. Sziasztok! Ciao, köszi! Hello. Na, milyen zenéi lesznek, Csabi? Kings of Leon. Erről a zenekarról hallottatok már? Egyértelmű, hogy nem. De hallottunk. Négy tagú csapat, három testvér és egy unokatestvér, és a három testvérnek az apját is, meg a nagyapját is úgy hívták, hogy Leon. Ezért kapta a zenekar a Kings of Leon névet. Ráadásul, amikor turnéznek, akkor még egy unokatestvért bevesznek a turnébrigádba. Úgyhogy egy ilyen jó kis családi vállalkozás, és nekik van egy új daluk, és ezt fogom nektek mutatni. Waste Moment. Jó, da? Ilyen alternatív rock. Uh-huh. Talán alternative. Ez a hivatalos megnevezés. Úgyhogy nem merem azt mondani, hogy jó, mert te úgyis le fogod fikázni. Szerintem. Jó, én soha nem szerettem őket. nem azért mondom, de hát természetesen ettől még ez lehet egy jó dal. Meghallgatjuk, Csabi, meghallgatjuk. 555-55-00 a telefonszám, ha szeretnétek dalt kérni, tegyétek meg. Jó, mi pedig már Ferivel újra kiegészülve jövünk holnap pontban 6 órakor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.